Hello, hello, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit! Hello, hello! Egy csodás csütörtöki nap, és hát skacok, eljött az idő. Eljött az idő. Volt egy játék, amit nagyon régen játszottunk. Hihetetlenül régen, már alig emlékszem, és azóta a cseten mindenki azt kérte. Hát eljött a mai nap. Worms! Wormsözni fogunk! Igen, tudjuk, hogy nem bírtátok tovább a várakozást, és rengeteg idő volt. De hallgatunk rátok mindig. Hallgatunk. Tudjátok? Nekünk most, na bevallom őszintén, annyira nincs kedvünk Wormsözni. Tényleg már nagyon régen játszottunk, meg nem annyira szeretjük ezt a játékot, de annyian kértétek, hát akkor megcsináljuk. Igen, néha vannak Worms hetek, tudjátok, úgy tűnik ez is az. Bizony, bizony. Nem tudjuk abba hagyni. Bocskacok, bocskacok. Látjuk, hogy már egy mém itt a chatben a Wormsözés, lehetetlen abba hagyni. Igen, de mondtuk, hogy jövő héten ugye megújulás van, majd ki fogunk találni sok minden újat, úgyhogy meglátjátok, olyan dolgok lesznek, meg fogtok őrülni. Igen, igen. Vagy lehet, hogy nem, lehet, hogy Worms lesz megint. Vagy a másik Worms. A Worms Armageddon. Visszafele megyünk az időben. Már a Worms, ami még ilyen kettődés, ilyen, ez is kettődés. Hát ez kettődés, igen. Hogy hívják? Ez olyan pixeles, tudjátok, ilyen szar. Igen, nem, a Worms az mindig is jó volt, úgyhogy ez teljesen jó. Na, Dagika Gaming kérdező, hogy lehet-e velünk valahol személyesen találkozni? Most egyelőre nem, sajnos. Ilyen rendezvények mostanában nincsenek, és emiatt nincsenek közönség találkozók, úgyhogy sajnos arra még várni kell. Bizony. Viszont velem ma reggel találkozott egy srác a benzinkúton. Úgyhogy ilyen random helyeken meg lehet minket találni, ott elkapott egy gyors fotóra. Worms Rumble? Mi, van olyan is? Van. Az mi? Az a 3D-s? Szerintem az, igen, mert volt Worms 3D-s, én aztán játszottam. Az sajnos egy csőd, az egy kudarc. Én nagyon szerettem egyébként, az nagyon sokan nem... Micsoda? Nem most jelentették be a Worms Rumble-t. Július 1-én? Uramatyám. Várjál. De milyen bénának néz ki, uramatyám. 32 player módok, multiplatform crossplay. Jaj, de ilyen gagyi 3D ótvara. Team 17, miért csinálod ezt? Na menjátok monitoromra, akkor megnézzük, mi ez. Ez a jövő, amit most láttok, az lesz a következő hónapoknak a tematikája. Worms Rumble. Most benyomjam a videót, vagy akkor megint izé lesz. Hát szerintem hagyjuk. Jó, nem. De Deathmatch, Battle Royale, hát természetesen mindegy, ebben a 3D ócskaságban én nem szállok be, sajnos. Ez nem, ez tényleg nem az. Old School 2D, az kell nekem. Pedig látom, űrhajók is vannak benne, de... A Kerbal Space-t és a Wormset összerakták, csak azért, hogy megvedd, de ezek szerint nem sikerült. Pedig van itt minden, Worms Revolution, Worms 4, Worms World Party Remastered. Régi szép nem, idők. De itt, látjátok ezt itt? Worms VMD. Worms VMD-vel a sírunkig tudunk játszani, úgyhogy ne aggódjatok. Így van. Oké, mehet vissza, tudsz, akkor visszakapcsolom. Vissza is jöttem. És Gigi kérdezi, és igen, ezt már átbeszéltük az elmúlt napokban, de hogy költözünk, bizony, jövő héten remélhetőleg, hát ilyen szerda csütörtök magasságában már ott is be tudunk csatlakozni így streamben, és azt hiszem, sőt, biztos, hogy ez az utolsó stream innen, amiben ketten vagyunk. Így van, ugye? Én holnap már nem leszek, de már még kitart. Pontosan, úgyhogy ez kicsit megható is ez a pillanat. Az utolsó Worms. Hát most kimondhatjuk, az utolsó Worms itt. Lesz itt ezen a helyen, de ott is lesz azért valószínűleg, nem kell aggódni. Molyan kérdezi, hogy tegnap megnézte az egyiptomi részünket, és nem volt ott az éjszakai rész, ami izgalmas és félelmetes volt. Ezt kiszedtük, vagy én emlékszem rosszul? Mert nem szedtünk ki semmit, úgyhogy te emlékszel rosszul. Ott kell valahol lennie. Melyik éjszakai részre gondolsz? Szerintem az, amikor a szállást kerestük, az még az első részben volt, amikor megérkeztünk Kairóba, és akkor itt ilyen undorító utcákon, ilyen szétrohadt házak között megyünk. Az jó volt. De nem szedtünk ki semmit. Vagy lehet, hogy a YouTube kiszedte? Hát a túl sokan riportolták, a túl félelmetes volt? Elég félelmetes volt. Lehetséges. A szlovén szállást kérdezitek többen, még sajnos nincs hír. Tényleg... Most kicsit leült ez a téma. És ugye a költözés miatt, meg minden más miatt is, ahogy látjátok, a játékainkat sem tudjuk annyira frissíteni jelenleg, és emiatt azzal sem tudtam foglalkozni. Azzal sem tudtam, de jövő héten rámegyek a booking.com-ra. Kiverem belőlük a pénzt, ne aggódjatok. Teve Pata azt mondja, legyen festős live holnap. Ki tudja. Ki tudja. Egyébként elkezdtem újra festegetni, nem tudom, aki követ Instán a kis Osbát Márk oldalon, az láthatta Insta sztoriban, hogy én új stílusokkal próbálkozgatok, és nagyon élvezem, de szerintem streamelni most nem fogom egy ideig, mert most jobban szeretem így kamerán kívül kísérletezgetni. Így van. Riasz Robin írja, hogy jó választás volt tegnap, hogy Tussofix-ot rédeltük be, régóta követ, és nagyszerűek a kirakósai. Igen, igen, nagyon szimpatikus is volt a réd után, úgyhogy mi is örültünk, hogy ő... Ugye ilyen random van a raid választás ilyenkor, de hogy ő lett, tök örülünk. Jó, nem teljesen random, de viszonylagosan kicsit random. Igen, szóval nem ismerjük az embert, akihez megyünk, de látjuk, hogy
csak egy pár percet tudtuk utána nézni a raid után, de láttuk, hogy nagyon-nagyon jó fejnek tűnt Tussofix. Igen. És nagyon érdekes volt, hogy az a hobbija, hogy kirak puzzle-ket, és amikor kirakja, utána szétszedi őket, és visszarakja a dobozba. Igen, meglepő. Ez tök érdekes. Tehát logikus, hogy nincs annyi helye, hogy mindegyiket kirakja, de attól még tök izgalmas volt ezt hallani. Szadapuli pedig feliratkozott az első hónapjára. Úgyhogy Szadapuli, hát köszönjük szépen, és üdv az emóta használók körében. A legelitebb klub az egész világegyetemben. Elképesztő. Lesz-e még FIFA, majd lesz, igen, amikor foci meccsek lesznek. Tudom, hogy például tegnap is volt mondjuk BL, vagy a tegnap előtt volt ez, ne? BL selejtező, de majd amikor valami nagyobb dolog lesz, akkor azokat majd lejátszuk. És Forma 1, igen, elvileg Forma 1, hát holnap kellett volna nyomnunk, de én nem leszek, és ezért, vagy nem tudom, már lehet, egyedül is lenyomja. Nem, egyedül nem fogom lenyomni. Ez sajnos most kimarad, de ez most a hibánk, ez szervezési probléma. Bu írja, hogy addig jó, ameddig ti élvezitek a játékot, és ezáltal mi is élvezzük. Na hát örülök, ha te is így látod, nekünk is ez az alapgondolatunk, hogy ha nekünk jó kedvünk van, akkor ez biztos átjön a streamen keresztül is, és emiatt nem akarjuk erőltetni azt, amihez nincs kedvünk. Igen. Csak is, ha mondja, hogy már Snoop Dogg-ot rédeljük. Igen, Snoop Dogg-ról ugye pont olvastam a múltkor, és át is küldtem a Márkéknek, hogy három streamben is le volt mute-olva a mikrofonja, de senki, szóval emoji only módban van a chatje, ezért senki nem tudta elmondani neki, hogy mi van, meg ugye nem is nézi a chatet, úgyhogy nem vette észre három streamig. Lehet, hogy azóta sem vette észre, nem tudom, hogy ez most hol tart ez a dolog. Snoop. Snoop teljesen elképesztő, hogy létezhet ilyen ember minden szempontból. Így van. De egyébként úgy tudom, hogy nagyon kedves. Könnyen lehet. Megnézzük, hogy most streamel-e. Várjál. Az mondjuk egy sztori, megrédelni Snoop Dogg-ot. És ott a füstből így kinéz. És mondja, hogy thank you, pamkutya. Addig jó, amíg lehet pontokat nyerni, írja Lasse. Hát azokat itt lehet, Burnsben. Már tudván lehet. De azt hozzá kell tennem, hogy elképesztően csalódott vagyok a saját teljesítményemben az elmúlt napokban. Úgyhogy remélem, hogy ma törik meg az átok. Nem tudom használni a banánt, rosszul célzok, hibásan teszem le a dinamitokat, ez nem mehet tovább így. Most épp élőzik, Snoop Dogg? Hát, szóval élőzik, de most nem tudom, hogy ez csak egy bejátszása, vagy hogy mi ez. Hú, de furcsa ember, Snoop Dogg. Ezt most nem tudom összeretni teljesen. Akkor majd a magyar-angol meccsre várhatunk egy FIFA meccset tőletek? Ezt kérdezi Popcorn Harcos, mikor lesz az pontosan? Mert ha jövő hét második felében, vagy jövő hét utáni héten, akkor szerintem igen. De most a következő napok azok sűrűek lesznek. Norbi a túl jó, nem te vagy a rossz. Köszönöm, Dalix. Szeptember 2. Akkor azt nem tudjuk garantálni a szeptember 2-t, az nagyon necces. Mert jövő hét elején lesz a legaktívabb költözés. És több napon át fog tartani valószínűleg, mire összerakunk mindent, úgyhogy igen, azt nem tudjuk garantálni. Valamennyi esély van rá, de garancia nincs. Márk ma biztos feleségek a király. Ez nem tudom, mit jelent, oda van írva, de... Ja, te leszel, ezt javította a telefonja feleségekre, úgy tűnik, hát igen, néha egy kicsit megviccel a dolog. Ez igen, igen, de köszönöm szépen, megpróbálkozom. Most dobba kell menni, az a trükk Béla bajszos írja, de elüpszilonosan írja a bajszos. Stílusosan, így kell csinálni. Nem kell most dobba mennem, köszönöm, de tudom, hogy az adja az erőt, de voltam a stream előtt, úgyhogy remélem, hogy még van bennem. Lesz Drive to Survive 4. évad, hát én arra majd egyből rákattanunk, nem tudom, mikor szokott jönni, de hát még soká lesz, gondolom. Szóval amikor Forma 1 futam, vagy szezonváltás van, nem? Igen, szerintem jövőre lesz. A prank adja az erőt, hát az is lehet. A Twitch-en milyen neve Snoopnak, valami hülye neve van, de az előbb ott voltam. Valami Doggy Dog? Doggy Dog 20. Doggy Dog 20. Már mindjárt megmondom pontosan. Igen, Doggy Dog 20. Jó öreg, Dogi. Itt valakit látta valami kérdést. Ja igen, Skál írta, hogy jól néz ki így a fehér tábla. Igen, azt is levettük itt a fejem mögött. De hanem szétesett, sőt, tehát igazából szét is esett, miközben levettük tegnap. Ez elképesztő volt. Olyan instabil, azt hitted, hogy egy kicsit erősebb ennél, de nem. Ez tévedés volt. Na, mikor költözünk? Hát jövő héten már ott leszünk. Majd meglátjátok. Meglátjátok. Pontosan. Krisznek még nem láttam a dokumentumfilmét, sajnos. Én se. Nem, hogyha egyszer, szóval nem szeretnék belenézni, akkor megnézni szeretném, hogyha tényleg jó. És írtátok, hogy 3 órás, úgyhogy arra most nem lesz még egy pár napig idő. Kismisi írja, Márk, én most érzem rajta a felkészültséget, tarolni fogsz ma. Hoppi! Ugye Kismisi nem a levegőbe beszél, úgy dobálja a 250 000-es fogadásokat, mintha nem lenne holnap.
Kismisi ért hozzá. Ért a streamekhez, ért a Wormshez, ért a fogadáshoz. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm. Na és Tomika írja, hogy jó volt a tegnapi földrajzos téma. Én nagyon szeretem egyébként, amikor felvetődik egy téma, és így belemegyünk egy kicsit, úgyhogy bírom mindig. Nem minden streamben jön össze, de néha így fölkapódik valami, és akkor nyomjuk. És belemegyünk olyan mélyre, amennyire lehet. Úgyhogy mindenki tudja már, mi ez a geoid, és hogy a 10 féle top 10 vetületet szerintem mindenki fejből nyomja. Hát meg a túrzásról se feledkezzünk meg. Arra senki nem számított, hogy GeoGuessr közben egy túrzás oldal ágba elindulunk. Arra én sem számítottam. És hát azt végigmentünk azon az ágon. Számolhatjuk szerintem. Igen. Szappanos írja, hogy sziasztok, nem tudom, emlékszik-e még Márk rá, de ajánlottam neki a Splitgate nevű játékot, még a portál kapcsán. De akkor azt mondta, hogy nincs rá ideje, de majd ránéz. Nem tudom, érdekel még egyetlen titeket, de tegnap este jött ki az első szezonja. Itt a trailer videó róla, ha esetleg még érdeklődtök iránta, és 3 csillagot írt még oda. Nem tudom, ez mit jelent. Nem az a link, csak a... Nem tudom, hogy viccelsz. Hát viccelek, ennyire ilyen nem vagyok. Rendben. Szappanos, persze, hogy emlékszem, a Splitgate az elvileg olyan, mint a portál, csak egymás ellen kell küzdeni. Ezt mesélte. Szóval, hogy ott a portálokon kell ugrani, és még küzdeni is, ami elég jól hangzott. Ez jól hangzik. És én ezt ki szeretném próbálni, én ezt akkor is mondtam, és ezt nem felejtettem. Ez a cím, hogy Halo meets Portal. Tehát a Halo és a portálnak a keveredése. Hát tényleg úgy néz ki. Közben átrakom akkor a képernyődet. Szóval ez az a játék, amit ajánlottatok. Nézd, ez igen, Portal Kombat. Milyen jó! Miért nem az a neve, hogy Portal Kombat? Úristen, zseniális. Gondolom már valaki levédette, már amúgy túl zseniális, és ott van egy menüpont, hogyha ők is rájöttek erre a poénra, de nem tudták ezt adni neki. Pedig Portal Kombat, az írtó nagyot menne. Hol van a menüpont? Menj lejjebb. Ott van, Portal Kombat. Lehet, hogy nem jöttek rá a szó viccre. Na mindegy, zseniális. Szóval most a trailert nem nézzük meg, mert a copyright az elpusztítana minket, de majd ki szeretném próbálni a játékot, hogyha köszi Szappanos még egyszer. Akkor menjünk vissza chat módba. Vissza Lici. Jó. Szadapuli ugye az előbb feliratkozott, és egyből írt is a csetre, akkor ha már feljött Doggy Dog, legyen ma a ganja a téma, jöhet egy top 10 fű márkopédia. Mi a uram is ez, Szadapuli? Szadapuli, milyen életet élsz te? Valószínűleg nem lesz ilyen, azt nem vagyok a szakértője, de látom, még köszi a feliratkozást, és a téma ajánlót. Eltettem az agyam mélyébe, lehet, hogy egyszer majd előkerül, de most nem érzem. Nagyon sok kommentet kell törölni, nem tudom, mik történnek itt. Igen, Cube-ben nem nézzük meg még a montázs videót, mert tegnap a stream után nekem el kellett rohannom. Nem mindegy, túl sok minden van most sűrű, de az is meg lesz nézve. És kíváncsi vagyok. Nem tudom, hogy elképesztően izének tűnünk, hogy semmire nincs időnk, de az helyzet, hogy most tényleg semmire nincs időnk. Szóval rengeteg, szóval a költözéssel is dolgok vannak, vannak más munkák is, néha mit csinálni kell, néha, na mindegy, szóval bonyolult a dolog. De tényleg most semmire nincs időnk, amiatt nem nézünk Forma 1-et se, amiatt nem csinálunk semmit gyakorlatilag. Igen, meg még így augusztusban ugye mindenki próbálja kihasználni itt az időt, mert én is most Balatonra is megyek, meg minden, úgyhogy ezért iszonyat nehéz bezsúfolni mindent. Na, de nem baj. A Spy-i nagydíjat majd le fogjuk játszani utólag, mert most ma meg holnap sajnos nincs az. Mert ma Wormsezni fogunk, ugye kicsit előbb kellett volna gondolkozni, a Forma 1-ezni akarunk. Ja, itt van, jönnek a különböző sztorik. Itt Mogul írja, hogy tegnap eltört a keze. Na, ami csatorna.vadász például ír, az érdekes. Olvasta, hogy Juice WRLD-nek rengeteg a halála után kiadott zenék után is több mint 500 órányi profi felvétel maradt utána. Rengeteg dal és lemez kerülhet ki. Ez egyik az elképesztő. Szóval hogy tud ez a részre 500 órányi felvétel maradni? Ugye Juice WRLD tényleg elképesztő, én ezt meséltem neked, hogy volt ez egy ilyen rádióműsorba elment, ahol ez egy ilyen hagyomány, hogy mindenki freestylozik egy kicsit. Ja, igen, és Juice WRLD másfél órán át freestylozott, és jók voltak a szövegek. Szóval Juice WRLD tényleg egy hatalmas tehetség volt, és ezt úgy mondom, hogy nem is annyira ismerem a zenéjét. Igen, és aki nem annyira vágja ezt az egészet, az van, mostanában van egy ilyen divat, vagy én nem tudom, hogy a rapperek néha így meghalnak, ugye, mert hát elég, mit kiderül, tényleg elég zűrös témákban vannak benne. És utána még megjelennek akár komplett albumaik, de még mindenképpen tudnak feat-elgetni közösen emberekkel, úgyhogy ugye már nem élnek, szóval hogy annyira sok felvétel van felvéve tőlük, felénekelve, hogy fel tudják használni még azt évekig. Igen, és ugye
A nagy kérdés az, hogy ez mennyire etikus, vagy hogy mennyire... Hát, ja, elég necces. Szóval valószínűleg félkész dolgokat is kiadnak, amiket lehet, hogy Juice WRLD nem szeretett volna. Vagy ugye a nagy kérdés, hogyha teljesen kész van, akkor miért nem adta ki? Úgyhogy lehet, hogy 5 albumnyi felvétele volt. Hát biztos nincs teljesen kész, sőt, szerintem ez még kevesebb. Ez ilyenek, amiket te mondtál, ilyen freestyle-ozás stúdióban felvéve, és így... nem tudom. Tehát, hogy... szerintem ezek nem félkézzenék, hanem szinte semmik. Igen, de van egy érzésem, amit még szomorúbb, hogy szóval a Juice WRLD-nek van mondjuk még 100 darab verzéje, ami működik egy dalban, és szerintem ezeket árulják így a zeneiparban belül. Mert látom, hogy most kijött Trippie Redd-nek az új albuma, és ott is van egy Juice WRLD feat. Meg néha, mit tudom én, Pop Smoke is, ugye meghalt nemrég, és neki is néha jöveget neki feat-jei, és attól félek, hogy ezeket egyszerűen megveszi. Sajnos, igen. Szóval, de ugye ezek nagyon-nagyon fel vannak kapva most ezek az emberek. Igen. És ugye lehetne az, hogy Juice WRLD még a halála előtt felírt egy listát, hogy kikkel szeretne feat-elni, és nekik adnak ilyen verzéket, de attól félek, hogy ez nem ennyire szép, hanem egy anyagias lett ez is. Így van. És Kismisi írja, Márk, hogy mindig a legújabb kányelemet várja. Hát azt én is várom. Hát igen, én is. Úgy várom, mint a Jandit. Úgy várom, mint a Jandit, ami sose jött el. Jandi 4 éve majdnem megjelent, most már Donda biztos megjelenik. A Donda, ez a réteg téma, úgyhogy nem menjünk nagyon mélyen bele, de ugye Kanye West már hetek óta csúsztatja az albumának a megjelenését, és senki nem tudja, hogy meg fog-e valaha, de szerintem most fog. Most Chicagóban lesz egy ilyen listening party, és utána ki fogja dobni, érzem. Hát már volt listening party, meg már volt dátum, meg volt már mindegy. Volt, de Chicagóban még nem volt, és ugye ott született, úgyhogy ez lesz az. Shirek. Marci is írja, úgyis a zene és a hanganyag jogtulajdonosa, a kiadó, a producer dönt erről. Halála után nem tűnnek el a dolgok. Olyan ez a kreálmány, mintha építesz egy házat, és ha meghalsz, utána is van evolúciója, utóélete a kezed munkájának. Igen. Igen. Tehát azzal se tudt mit csinálni, hogy a házzal mit kezdenek utána később. Hát igen, viszont azt a házat te befejezted, és átadtad. Igen, ez kicsit talán a remixelésre vonatkozhatna ez, hogy van egy zenéd, és utána ők azt még remixelgethetik, de nem csinálnak egy új zenét belőle. Na mindegy, nehéz kérdés. És mondjátok, hogy Magyarországon is volt ilyen, én nem emlékszem, hogy pontosan itt milyen esetnél volt ilyen. Bár most pont valaki írta az AVS-nek az új számát. Ezt pont hallottam, mert beszéltem valakivel, aki ismerte, aki személyesen ismerte az AVS összes tagját, és hogy elvileg még egy egész albumnyi cucc van, amin Őrs felvett egy egész albumot, és azt nem tudom, hogy az ki lesz adva, mi fog vele történni, de hát ez egy nagyon hasonló dolog. Igen, akkor ezek szerint pont ugyanilyen dolog. Igen. És egy nehéz dolog, mert ugye a hallgatók pedig nagyon örülnek neki, és valószínűleg a zenész is azt szerette volna, hogy egyszer ez kiadódjon. Igen. Csak az a kérdés, igen, mi van kész és mi félkész. Na mindegy. Ez egy szomorú téma, sajnos néha előfordul. Steve Witch írja, hogy ha már zene, láttuk el Woodstock 99-es doksit, sajnos pont nem a zene miatt marad emlékezetes. Nem láttam, de egyébként engem ez tökre érdekel. Olyan sztorikat lehet hallani Woodstockról, hogy ez hihetetlen. Például azt hiszem, hogy... hogy hívják azt a rendezőt? Nagyon-nagyon nagy rendező, idős most már. A Scorsese. Szóval azt hiszem, a Scorsese forgatott Woodstockon. Úgyhogy nem tudom, 10 napon keresztül ott volt, vagy nem tudom milyen hosszú volt, de végig ott volt, nem aludtak semmit. Folyamatosan forgattak, már annyi érdekesség volt. De és hát érdekesség, ez tényleg érdekesség. Szóval extrém dolgok történtek ott, maradjunk annyiban. Woodstock. Én sem láttam egyébként, az Netflix egyébként? Nem tudom, mondjam, megnézem, hogy mi ez. Nem, hát én is ránézek. Mirom a dokumentum filmeket amúgy. Jók. HBO, úgy látom. HBO, aha. Közben Vitko is írja, hogy ő is ismeri az AVS-t, és hogy ő is megerősíti, hogy ez így van, hogy van még egy album. Kíváncsi leszek, mi lesz a sorsa annak az albumnak. És amikor ezt mondtam, hát Chills the Noob megérkezett a csatornánkra, nem is egyedül. 129 fővel. Úgyhogy Csilla, nagyon szépen köszönjük, és mindenkit üdvözlünk!
Hát ismét elég érdekes témák vannak, épp a zeneiparról beszélünk, Woodstockról. Na, de most rájöttem, hogy ez nem az a Woodstock. Igen, most írja a Steve is. Igen, nem is rájöttem, hanem konkrétan megmondták, hogy ez a 99-es Woodstock, nem az eredeti Woodstock, amikor elszabadultak az indulatok, és mindenkiből kijött az állat. Na, hát erről aztán meg különösen keveset tudok, semmit magyarul. Ezek szerint megpróbáltak újra megrendezni Woodstockot, és elég rosszul sült el. Amúgy ilyen óriás fesztiváloknél nagyon-nagyon rosszul sültek el, arról ilyen legendák vannak. Én csak ennyit tudok, hogy nagyon rosszul sült el a 99-es. De szerintem, hogy igen. Én is túl keveset tudok róla, de hát a dokumentumfilmben biztos sokat meg lehet tudni. Látom, Csilláik kibeszélték a tinderes ismerkedést. Na hát akkor onnan a Tinderről Woodstockba átugrani, az egy tökéletes rédó volt, úgyhogy... Abszolút, a Woodstock 99-es Woodstockban. Igen, igen, igen. Marci azt írja, a hangod a tiéd, de a hangodról készült felvétel, hogyha kiadónál, rádiónál, tévénél készül, az már nem. Ezek szempontjából az már a sajátjuk, használhatják az új zene készítésére. A hangja az énekeséd, a lelkület, mivel a kreatív folyamatban már nem tud részt venni, nem. Hát igen, azért ez bonyolultabb ennél, mert például a szöveg az lehet a tiéd még, meg minden. Úgyhogy igen, valószínűleg minden eset egyedi egyébként. Igen, igen. Csatornapontvezetés, de félelmetes, 500 óra, az több mint 20 nap. Mennyit lehet egy stúdióban? Ugye akkor ez még Juice WRLD-ről van most szó. Uh-huh. Ja, hát valószínűleg állandóan. Ez a Juice WRLD, amit meséltem, hogy egyszer egy rádióban megvillantotta, hogy másfél óráig megállás nélkül tud rappelni, és jó szövegeket, és valószínűleg 10 évet volt végig a stúdióban, és hát az 500 óra simán kijön. Igen. Nem is kell 10 év, 5 év alatt ezt szedi. László is írja, hogy most hallgatta meg a filmbarátokos Cannes beszámolót, és nagyon tetszett neki. Na, örülök nagyon. A hangminőség sajnos egy kicsit rosszabb lett, mint én azt elképzeltem, úgyhogy ennek nem örültem, de remélem, amit mondtam, az valamennyire érdekes volt. És a videó is remélem, hogy elkészül majd belőle, a sok egyéb program miatt még az sem nagyon halad. Semmennyire nem halad. De majd hátha szeptembertől behalad, egy kicsit szeptembertől így vissza szeretnék állni ilyen normálisabb kerékvágásban, mert így a nyár azért egy kicsit laza volt. Uh-huh. Ami nem baj egyébként, de hogy mégiscsak most már ősz van. Szadapuli is írja, hogy lehet, hogy az ilyen esetek bele vannak foglalva a zenész szerződésébe a kisbetűs részben. Hát az a helyzet, hogy sajnos relatív gyakran megtörténik, hogyha lehet, hogy tényleg bele van foglalva. Most már biztos. Csak ez olyan szomorú, írtó szomorú, de lehetséges. Igen, a streamek folytatódnak ősztől is, a Razen kérdésére. Még lehet, hogy valami nagyon pici váltások lesznek, meg lehet, hogy egy-két új játékot behozunk, de alapvetően igen, ugyanígy folytatódik. Azon gondolkozunk, hogy több Worms kéne. Igen, hogy lehetne még több Worms? Igen, szóval lehet, hogy mégis napi két stream lesz, reggel egy Worms VMD, délután pedig egy Worms VMD, mivel az a legjobb, ugye? A többi Worms-re nem játszunk. Azzal nem. Steve is írja, hogy... amivel kezdenie illet volna, hogy lehet, hogy velem van a baj, de a Worms szólásotokat nézni az egyik legszórakoztatóbb dolog a neten ever. Na, hát akkor nagyon-nagyon örülök, mert imádjuk játszani ezt a cuccot. Köszi, Steve. Imádjuk, de egyébként szóval elmúlt két napban engem elképesztően feldühített. De ezt úgy mondom, hogy imádom, szóval én szeretem, de közben dühít. A páholás dühít igazából. Nem is a páholás, hanem amikor a saját hibám miatt páholás, itt csalódok magamban. De ugye megvan élőben a felvétel, amikor rossz helyre rakom a dinamitot, és így látom, hogy így kimegy az élet a szememből. Ezt tudti. Viszont amikor megsikerül egy dinamit, ez olyan eufória, hogy megéri. Igen, írjátok egyébként, hogy a színészek is járnak úgy, hogy halálok után még filmekben szerepelnek. Nos, hát igen, az ugye még nehezebb kérdés. Hát és ami még nehezebb kérdés, az a karakter. Hogy amikor a színész meghal, viszont a karaktert milliók vagy 10 milliók szeretik, hogy vigyék tovább? Egy új színész beugorjon, vagy CGI-jal újjáéleszik gyakorlatilag a karaktert? Ugye erre sincs megoldás, és mindenki máshogy oldja meg. Hát szóval James Bond állandóan változik, és igazából nem zavar senkit. Az nem zavar, de mondjuk, segyük azt, hogy a Karib-tenger kalózaiból Jack Sparrow, szóval szerintem nem tud Johnny Deppen kívül más lenni. Hát nem lesz hálás az a feladat, az biztos, hogy valaki másra rákerül. Szóval, és ha jól tudom, ugye most a mostani Johnny Depp balhék miatt ki is írták a következővel. Szóval lesz egy Karib-tenger kalózai, Jack Sparrow nélkül. Az szép lesz. De a Johnny Depp amúgy tisztázza magát szép lassan, én úgy tudom, úgyhogy lehet, hogy visszaírják bele. Én is úgy tudom, és én sem tudom a pontos dolgot, meg annyira nem értem bele, de én nagyon sajnálom Johnny Deppet, csak ennyit mondok. MNBM írja, hogy az, hogy egy alkotó halála után rengeteg nyersanyag marad, az nem ritka. Tolkien könyvei is kb. 60%-ban a halála után lettek összerakva a fiai által.
Hát igen, de ugye, vagy nem tudom pontosan, de úgy gondolom, hogy a gyűrűk ura az viszont az készen volt már életében, és akkor ugye ezek a gyűrűk ura kiegészítések, amiket valószínűleg összeraknak a kvázi a jegyzeteiből, szerintem azok készültek el utólag. Hát biztos egy kis pénzt, mert ki lehet facsarni azokból a dolgokból, bár nem féltem őket alapvetően így sem. Hát... Jó, a fiait nem valószínűleg. De ugye az nagy kérdés, hogy maga az alkotó mennyire volt sikeres az életében, mondjuk Tolkien. Ja, az lehet, hogy nem. Szóval lehet, aztán lehet, hogy igen, most nincs előttem Tolkien, meg tudom, hogy háborúban volt meg minden. Igen, a színész cserére, meg ugye írjátok Paul Walkert. Talán ő volt ugye a leghíresebb eset a Halálos Iramban, nem tudom, 8 környékén, amikor meghalt, és akkor a testvérével vették fel a jelenetet, és akkor digitálisan kicserélték az arcukat. Ez volt egy ilyen, ugye a másik, ami nagyon híres, azt hiszem, az a Csillagok háborújának nem tudom melyik része, ahol a Leia hercegnőt tették be utólag, nem is sikerült annyira jól. Az a Rogue One volt, azt hiszem. Lehet, hogy a Rogue One. És kifejezetten rosszul sikerült, pedig csak 10 másodperc volt, úgyhogy abban valahogy több melót beletehettek volna. Igen, Carrie Fisher a rendes neve, igazából lehet, hogy így jobban illik. És Szadapul írja, hogy a Halálos Iramban 7 volt, ez konkrétan nem a 8, ja, többen is írtátok, igen, jó. Igen, de Paul Walker karakterét utána kiírták. Szóval de valami nem annyira követem ezt a sorozatot, de hogy más színész nem játssza őt. És szerintem jól is tették persze. Mandalorianben meg a fiatal Luke volt benne. Hát, mint a melyik? Hát a Luke Skywalker. Ja, de az? Nem, a Mandalorian-t nem néztem még meg, és mindenki ajánlja, úgyhogy szégyellem magam. Vagy te láttad? Én láttam. Most nem emlékszem pontosan, hogy hogy volt. De hát ugye a fiatal Luke, az... Ja, hogy de ő még él, ugye Mark Hamill még él, csak nem fiatal. Csak már nem fiatal, igen, ez biztos. Na mindegy, nem. Azt viszont jól megcsinálták, igen, én is úgy hallottam, hogy a Mandaloriannél összeszedték magukat. Igen, és többen írták, az első ilyen színész csere a digitális utómunkával a Brandon Lee-nek a hollós jelenet. Igen, azt én is, az még régen nagyon-nagyon nagy tragédia volt. Azt hiszem, hogy egy, hogy hívják, ilyen színházi pisztoly helyett egy igazi pisztoly került oda, és lelőtték a forgatáson. Jaj. Tehát azért ez durva. Marci olyan mély bölcsességekbe megy bele. Ha belegondoltok, a világ egy körforgás és az újrahasznosítás végtelen köre. Azok a vas atomok, amik a csontjaitokban vannak, egyszerre csillagban jöttek létre. Az a szén atom, ami most az üzemanyagban van, amit a kocsitokban tankoltok, egyszer egy élő szervezetben, ami lehet a dinoszaurusz is, volt. Ami most ti vagytok, az egyszer valami másnak lesz a része, ahogy valakinek a hangja. Ez könyveket lehet írni. Marci, ez hihetetlen. Marci, író vagy? Most vald be! Vald be! Ebből egy könyvet kell írni ebből a gondolatból. Amúgy én is úgy tudom, hogy minden elem a periódusos rendszerben, ami a vas fölött van, most nem tudom hányadik, de a lényeg, hogy ami a fölött van, ez mindegyik egy csillagból származik. Tehát csak úgy juthatott el a szervezetedbe, hogy az régebben egy csillagnak az eleme volt. Tehát volt már egy nap valahol a világegyetemben, az szépen elélte az egész életét, szétrobbant szupernovaként, ide-oda sodródott, nem tudom mit csinált, és most lehet, hogy itt van a szervezetedben. Sőt, biztos. És most itt van a szakállam hegyén. Elképesztő. Daniel azt kérdezi, akkor én most sztár vagyok? Ennyi, mindenki egy sztár. Tulajdonképpen ennyi. Mindenki egy szupernovából született, úgyhogy nyugodjatok meg, minden rendben lesz. Így van. Gemini Man, igen, ott Will Smith volt megfiatalítva, nem tudom. Igen, micsoda magvas gondolatok egy csütörtök délután, igen, óriási. És Marci azt mondja, hogy fordítva, ami kisebb tömegszámú, az van csillagból. A nagyobb az nem jöhet létre fúzióval. Hát fúzióval lehet, hogy nem, de szerintem szupernova robbanásban létrejöhet. De ezt nem tudom, kitől tudnánk most itt hirtelen megkérdezni. Igen. Úgy érzem, hogy ez a beszélgetés nagy szakmai tudást igényel, és lehet, hogy megvan mindkettőtökben, Marcinban is, meg Norbi benned is. De bonyolult téma. Tuor is írja, Tolkien, amit állítólag úgy kell mondani, hogy Tolkien. Sikeres író volt már az életében is. Miután kiadta a Hobbitot, a rajongók követelték a folytatást, ez lesz a Gyűrűk ura. Sajnos a többi művét nem tudta kiadni több okból is, a halála után fia adta ki. Összességében több ezer oldalnyi történetet. Na hát tessék. Igen, Erika írja, a vasnál nehezebb elemek szupernova robbanásban jönnek létre. Na hát látjátok?
az ország csillagászai most így jönnek ide, terjed a hír, hogy a szupernovákról van szó a Pankúja streamer, igen, és mindenki rohan a géphez. Persze rohannak, és Erika ide is érte leghamarabb. A legjobbkor jött. Sietett, és ő volt az első, és igazat adott neked Norbi, úgyhogy nagyon szép. Na, örülök. Csacska most végre, ő már 100 milliószor írt már, és lehet, hogy pont nem az láttuk. Hát nem tudom, igyekszünk. A mai autók is mamut meghajtással mennek. Igen, egyébként mindenki úgy, szóval ez a vicces része, hogy az olaj az tulajdonképpen a meghalt dinoszauruszokból van, de ugye a dinoszauruszok valószínűleg elég elenyésző része ennek. Tehát, hogy a legtöbb az csak ilyen kis, valami csóró kis állat a tengerben, amiből az olaj van. De ugye az viccesebb, hogy a dinókból van. Egyébként erre próbáltam keresni választ, amikor a dinós márkopédiát raktam össze, hogy mennyi dinó volt. És igazából nem nagyon tudjuk. De hogy dinó volt a többség? Meg ugye, szóval a dinók is állatok, ugye? Igen, meg hogy mi a különbség az állatok a dinó között? Szóval a krokodil az mondjuk pont úgy néz ki, mint egy dinó. Na mindegy, érdekes téma. Ennyit tudok hozzátenni. Ennyi. Ez az állat, dinó, krokodil, ezt a három szót szeretem volna elmondani. Örülök, hogy sikerült. Erika, így a csillagásznak tanultam az egyetemen, de nem fejeztem be. De úgy tűnik, addig eljutottál, hogy pontosan a vasnál nehezebb elemek szupernovából vannak, úgyhogy ennyi. Mindannyian csillagok vagyunk, vagy voltunk. Sztárok. Igen, Steve mondja, hogy úgy hallotta, hogy a Magyar Csillagászati Egyesület megrédelt minket. Nagyon helyes. Nagyon jó helyre jöttek. Nem fogjátok elhinni, hogy mi a téma. Siri pipi, siri. Ami vizet megiszunk, az már legalább 4 élőlényen keresztül ment. Ez egy légből kapott szám, azt érzem rajta, de viccesnek vicces, igen. Jaj. Marcell kérdezi, elég mélyre megyünk, most már nem sokáig megyünk mélyebbre, mert túl mély lesz, mert mindjárt Wormsra rámegyünk. Na ott is mélyre megyünk a patkánymóddal, de az biztos. Más. Marcell mondja, én azt nem értem, hogyha létezik olyan, hogy végtelen, annak hogy nem lehet vége? Mindennek kell, hogy legyen vége, vagy nagyon tévúton vagyok? Persze a számokat nem értem ebbe. Na látod, kb. Úgy nincs vége, mint a számoknak. Marcell, saját magadat leplezted le, hát igen, a számok. Ja. Egy körnek sincs vége, írja Blind Dude, na ezen gondolkozzatok el majd. Karmos Kalács mondja, 99% hogy a fogkefét tartalmaz egy hold molekulát. Tessék, mi? Ezek nem tények teljes mértékben. Jaj. Nem, de ugye arról volt szó, valami, régen erről beszéltünk, vagy te mesélted nekem, és ez így megragad bennem. Most ez nagyon furcsa gondolat lesz, készüljetek. Akkor bullshit lesz. De még. Hogy... Julius Caesar utolsó leheletében annyi molekula van, hogyha megyük azt, hogy az elmúlt több ezer évben az teljesen szétszóródott így a világban, teljesen egyenletesen, akkor minden egyes lélegzetünkkel egyet biztosan beszívunk. Jól mondtam? Te is így emlékszel? Én nem emlékszem teljesen pontosan, úgyhogy semmilyen garanciát nem vállalok rá. Ja jó, én meg Norbitól hallottam 10 évvel ezelőtt, úgyhogy én sem vállalok semmi garanciát, de lényeg az, hogy annyira sok viszont molekulák vagy atomok, akkor nem tudom, hogy volt megfogalmazva. Hát az molekula ott, amit... Ott, igen, de hogy annyi molekula van egyetlen lélegzetvételben is, hogy nagyon sok. Úgyhogy valószínűleg minden egyes... Szóval Julius Caesar utolsó leheletét szívogatjuk be, és mindenki másnak is. Ez a durva. Olyan mixelés van itt, undorító. Írtó undorító. Amit eszel, legalább 100-szor volt már ürülék. Így is meg lehet fogni. Ez nem annyira kedves része a dolognak. Ebben nem szabad belegondolni. Ebben nem. Abba gondoljatok bele, hogy mindenki csillag, és akkor tök jó. Így van, ez a szebb része. Miért viszket ennyire az orrom? Na, hát jót jelent. A rekt energiát szoktam ilyenkor érezni, úgyhogy ez kemény lesz. Rekt energia. Akkor a dinok leheletét így beszippantjuk? Pontosan. Sőt, az már jobban elmixelődött, mert több idő volt rá, úgyhogy... Az biztos elmixelődött. Ebéd közben jól esett, köszi. Jó, de biztos, hogy ez az ebéd, ez a kivétel egyébként, az új étel, zsírúj. Jaj. Minden ürülék. Azt a mindenit. Tehát mindenki csillagharcos és szart eszünk. Így egy csak kis fa. Ez, igen, azt, amit le lehet zúrni. Tudod, mondjátok, hogy nagyon le lehet egyszerűsíteni minden gondolatot, ez az eszenciája. Csak is van, megcsinálta. Ez elmúlt 35 perc erről szólt, mindenki ezt valahogy dolgozza fel, de igaz az helyzet. Na, és szerintem át is térhetünk. Szóval csak is van mondat, annyira kimaxolta ezt a beszélgetést, hogy én a Wormsre készen állok, Norbi, hogyha te is. Egyébként. Csak látom itt az idézeteket. Marci, amit írja, a nemzetközi űrállomáson dolgozó egyik úriember mondta, a tegnapi kávém lesz a holnapi kávém is. Jó Isten! Nem véletlen.
Hát igen, ott a körforgás még jobban leszűkül, úgyhogy... Igen, ott napokban hamarabb mérhető. Igen, és nem csak a kávé. Nem mindegy, nem is menjünk bele. Igen, mindenki ürüléket eszik. Jaj. Jó, mindenféle poén van már. Jó, igen. Kezd elfajulni, így érezni kell, amikor le kell csapni az ügyet, mert kész. Igen, itt a Dezodora szóviccet láttam, és egyszerűen lehet, hogy nem vagyok hajlandó többet a csetre nézni. Jó, adj károsodást okoz, hogyha minden ilyen szóviccet elolvasol, úgyhogy nagyon vigyázni kell. Pontosan, és próbáltam eddig kerülni krumplik a kommentjét, de nem sikerült. De szaraszúrsz is, amikor az Alpokban túrázol, és egy nagyon gyönyörű tiszta kis patakból iszol, abban is belehugyozott fejebe egy zerge. Jó, Isten! Tessék, ennyi. És mennyire igaz. És mennyire igaz. De a legfönt iszok bele, a leges legfeljebb, akkor nem lehet baj. Vagy mégis? Hát a dinók azt is itták. Jaj, ne. Úgyhogy ez egy kemény gondolat. Jó. Na én a Wormset be is indítottam. Én is beindítom, jobb lesz. Úgyhogy készítsétek azok a pontokat, hiszen hát ugye fogadások lesznek itt. Jaj. Jézusom, mi van itt? Mi van itt a cseten? Nem lehet kontrollálni. Dávid Cserendi, nem is jól írta le, mert nem értem, hogy legeslegfeljebb felmér, és ő ugyanúgy bele. Dávid egy lázadó. Igen. Nincs is célja. Onnantól mindenki megszívja, aki lejjebb. Anarhiát akar. Igen, neked az nem jó, csak mindenki másnak rossz, de hát az is valami. Jaj. Szegény Levi is. Nemrég, hogy elment az étvágyam az ebédtől, de még csatorna pontom sincs, hogy fogadjak. Istenem, biztos Team Mark voltál az elmúlt napokban, úgy sajnálom. A Balaton is tuti tele van, ugye erről volt egy South Park rész, amikor Aquaparkban voltak, mert nagyon régi. És akkor ott mondták, hogy szóval ilyen piros riadólámpa így megszólal, amikor az általános 70-80% pisi arányból fölmegy 90% fölé a medencébe. Istenem. És akkor már tényleg csinálni kell valamit. Na, a Balatonnal is ez lehet. Ja, Istenem. Nem szabad ezekbe belegondolni, csak csinálni kell, ez kész, tök mindegy. Ajajaj, szója készen Norbi, és akkor refresh-elek egy csapatom. Mindjárt csak lassú valahogy a cucc. Oké, most jöhet. Ott is vagyok. Generálja valami fullos pályát Norbi, és utána indulhatnak is a fogadások. Én azt mondom, hogy most ne 8v8-at toljunk, hanem egy klasszikus 5v5-öt. Mit szólsz ahhoz? Oké, az lehet, hogy ugye, mert tegnap ilyen speciális számokkal mentünk, olyan páholást adtam neked, hogy ez már durva volt. Lehet, hogy neked a normál 5v5 megy. Nekem, én ezt megszoktam. Én úgy tudok gondolkodni, úgyhogy ez lesz, és ez a pálya? Na, nem tudom, mert közben a csetet néztem, már mindjárt megnézzük. Egyébként ez nem egy rossz pálya szerintem. Ez nem egy rossz, ez egy izgalmas pálya. Legyen ez a pálya. Jó, akkor ez. Akkor indult a fogadás. 5v5, ez a pálya, látjátok, igen, ilyen színeket átkerül. Várj, szuper banán legyen, vagy ezt vegyük ki? Na. Én mindkettőben benne vagyok, úgyhogy amit érzel. 5v5-be? Ne legyen, vegyük ki. Jó, akkor ez nagyon fontos, csak egy banánunk van, nincsen szuper banán. Jó, nincsen szuper banán. Nincs szuper banán, és akkor így indulhat a fogadás, csak egy banánunk van, a többi az megszokott, és 5v5. Marcel írja, ő mindig az ocra megy, nem számít ki a favorit, lényeg a csatornapont. Bocs, srácok. Nem, hát értem én ezt. Siri Pipi írta még az előbb, hogy és akkor ne gondoljatok bele, hogy miből van a virsli meg a parizer. Az szörnyű lehet, Az elképesztő. Abba tényleg nem szabad belegondolni. Viszont én mosdóra elfutok mégis. Hoppá. Az előbb azt mondtam, hogy nem, de mégis kell az energia, úgyhogy mindjárt jövök, addig fogadjatok ti már! Oké. Miben van a legtöbb vitamin a gyógyszertárban? Egyértelműen a prank vágy óriási mindenkiben. Na, akkor háromszoros pranket fog kapni az egérrel. Sőt, négyszereset, várja. Jó. Az egeréből kivettem az elemet. Kikapcsoltam. Kihúztam az USB izét. És még le is ragasztom. Négyszeres. Témaváltás.
Szóval, a fogadás, nem tudom, elindult-e közben. Elindult? Csak nálam nem írja. Melyek közben jöttem rá, hogy prank illatot érzem. Micsoda, hagyjál már. Mi lesz itt? Mi lesz? Ez hihetet. Biztos vagyok benne, hogy most nem sok energiát tett bele Norbi. De valamit lehet. Na. Az egerem megint nem működik ki. Várjatok. Le van ragasztva. Ki is van kapcsolva? Már profi vagyok. Ó, ez a dupla prank. De várjál, prank. Ki is lesz húzva, most megmondom. Ez egy tripla prank. Egy. Kettő. Sejtettem, úgy tudtam. Tripla prank. Tripla prank. Tripla prank. Ez egy erős prank jó, volt. Jó, jó prank volt. Erős prank volt, de most azért odafigyeltem. Most úgy érzem, hogy jól hárítottam ezt a pranket. Mark, Norbi meg akar prankelni, ezt írta. Már nem csak... Quadra prank. Mit csinál? Már de nem az. Mi? Működik. Nem lehet quadra prank. Ez elképesztő. Szerintem quadra prank volt, kivettem az egyik elemet a kettőből, de megy egy elemmel is. Uramisten, megy! Megy! Hát, milyen egér ez? Hát, miért csak egyet vettél ki? Jó, hogy a súlyában ne érezzem? Hát meg semmi nem merül, gondoltam, semmi nem merül, hogy egy elemmel kettő helyett. Hogy nem menne? Ezek nagyon erős elemek. Hú, amúgy szép lett volna, de viszont így ez csak egy 10x5-ös prank. Így ez nem működött. Nem USB-ről megy, hát nincs idő, hanem ez a wireless. Wireless. Hát ennyit, az első quadro prank nem sikerült, mert valami speciális ez az egér, működik félelemmel is. Baskacok, nagyon jó ez az egér, nagyon-nagyon meg vagyok elégedve, és most megmentett egy quadra, vagy quadro, vagy mi? Hát, quadra, nem? Quadra. Quattro az olaszul, na mindegy, nem quattro, de ez meg öt már. Na mindegy. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez amúgy szépen fel volt építve, csak most odafigyeltem. Azt mondja, Mark polója tök fura, amikor mozog. Igen, azt én is látom, hogy kicsit bezizizik. Na, Mojlán kérdez, miért van kihúzva? Bocs. Ugye van a, szóval ez egy drót nélküli egér, és ennek van egy USB... Hogy hívják ezt? Jeladó? Ilyen jeladó cuccam, igen, ami a gépben van dugva, azt húztam ki. Tehát nem, kábel nincs. Tetra prank. Na jó, mindegy, ennyi. Félelemmel működik az egér. A szavazás szerintem... Már készen van a szavazás? Jó, igen. Teljesen lemaradtam róla itt a nagy prankelésben. Elképesztő, és Daniel... Óriási felnőtt bálnaként 130 ezer csatornapontot Team Markra tett, köszönöm Daniel, jöhetnek az emulták természetesen a tiszteletére. És no, Team Norbi, hát hol vannak a bálnák nálad? Hát nincsenek, de Maskell 38.600-at tett, köszönöm szépen. Az is hatalmas összeg, de 50 ezertől számít ugye baby bálnának, úgyhogy nincs Team Norbinál egy bálna sem, na nincs. Ez a durva. Nincs. Na nem baj, nem baj. Hozzuk le, nem tudjuk ki kezd egyébként, mert ez ilyenkor egy kicsit random. Az igen, ez kiderült a múltkor, hogy ez random, hát meglátjuk. Na menjen akkor, mert? Marcel írja, srácok, úgy tűnik a prank áradat is végtelen. Nagyon tévúton lettem. Abszolút tévút. Az előbb ő gondolkozott a végtelenségekről. És a számok mellett a prankek is. Bizony, ez a kettő végtelen. Ja, úgy végtelen, igen, értem. Ja, hogy máshogy lehet végtelen? Na, nem tudom. Nézzük, ki kezd? Lehet, hogy... És én! Team Norbi kezdett. Nagyon jó. Nem is olyan rossz poziból. Na hát ez kemény lesz most. Most érzek valamit. Mindig viszket az orrom, hát... De ilyen furcsán viszket, mert nem tudom megvakarni, csak így... Meg kell néha ütögetnem. Úgyhogy bocsássatok meg, ha ez zavaró. Érdekes. De ez rekt energia. Nos, félek, hogy egy Fire Punch nem feltétlen ütné ki. Meg félek, hogy leverné Norbertont esetleg, úgyhogy baseball ütőt fogunk használni. Na ne, Marco. Fire Punch leverné? Nem kockáztatunk. Marco, takarodj! Micsoda? Oh! Mi a franc történt? Uram, atyám, még én is lemaradtam róla. És 69 életem van, annyi jele van annak, hogy ez egy epic rekt lesz. Nem is tudom, mit mondjak. Nem ütötte el. Na én jövök Markkal, aki a legeslegrosszabb helyen van. Ennek nem örülök. Viszont annak igen, hogy ez így megúszta. Megúsztatta a dolgokat. Na várjátok. Szörnyű. Ez szörnyű most. Igen. Akkora lehetőségem volt, én kezdtem. Már nem tudja ezt a negatívat behúzni, ezt sose tudja.
Á, megcsinálta. Már nem, de még egyszer meg kell csinálnia. Mert a sors ezt hozta. A jó öreg sors. Jajjajjajj, megcsináltam. Na mindegy. A megprenkelt prenkelő. Na pontosan. Aha. Bizony, bizony. Na megpróbálom Norbeót meglőni. Ez nem egy egyszerű feladat. Jaj, nem is sikerült. Nem örülök. Jó. De nem vagy, legalább kijöttem márka, az sem annyira rossz. Az sem annyira rossz. Írtó rossz helyen kezdett. Norbert se kezd a világon a legjobb helyen. Hát azért nem is annyira rossz. Most így nem is annyira rossz, végül is. Nem akartam egy worm switch-et elhasználni már most. Így van, itt ez teljesen egyértelmű, nem is kell igazán gondolkozni. Márkót fire punch-oljuk meg. Most ha megint megbugul valahogy, akkor megőrülök. Takarodj, Márko! Jó, oké. Okay. Márko, annyira jó kukac volt, de bosszút állunk. Ennyit mondtatok. Ja. Na nézzük. Remélem itt Márko jön. Márkusszal is meg vagyok elégedve. Na nézzük. Itt van Norbi, aki az előbb ugye Márkó barátomat meg szerette volna ölni. Kérdés, hogy tudunk-e bosszút állni valahogy? Elég jól benyomultad a Norbi, úgyhogy nehéz mögé kerülni. Mert onnan ide könnyű lenne kijutni. Bizony, tényleg, úgyhogy nem rámegyünk. Aha, Norbertont akarja támadni. Várható volt. Sajnos szerencsével átfordult. Zero szerencse. Nagyon finoman teszi le magát, nem megsérüljön, de sajnos Norberton óriási veszélyben van. Egy fire punch-en Norbertont átküldjük a túlvilágra, BAM! És még Markus ellen is bujunk. Yes! Onnan nehéz kiszedni Markust. Ez egy jó kör volt. Visszatértem, skacok, visszatértem. Viszont látom, nagyon zavaró a pólóm, hogy csíkos. Legközelebb nem veszem fel, bocsi. Norbeó. Norbeó itt van. Darix, vedd le akkor is, nem fog zavarni. Nem. Azért máshol lenne zavaró. Na mit csináljunk? Itt van Márkolóni és Márk ugye itt velünk szemben. Jó lenne oda dobni egy banánt. Az a helyzet. Lehetetlen. Lehetetlen oda dobni egy banánt. 3 másodpercben fog robbanni, úgyhogy hogy nem fog leérni. Szeretném, hogyha itt fölöttük robbanna, széthullan, és Márkolóni és Márk is iszonyatos pusztítást kapna. Ez honnan tudod, hogy 3 másodperc amúgy? Azt hiszem... Jó, csak hogy emlékezetben? Emlékezetben. Na megy! 3, 2, 1... Páf! És hát nagyon lent robbant. Mindegy, Márk kapta, meg is fog halni, de Márkolóninak nem lett baja, azt hiszem. Nem örülök. Márkolóni egyet kaphatott volna egyébként legalább. De ahogyis. Nem örülök sajnos, nem örülök. Nagyon jó ember volt, majd kukac. De az a baj, egy banánnal többet kell kinyírni, mint egy kukac, úgyhogy ez egy kicsit pazarba ment. Jó, de minden lehetett volna rosszabb is, lehetett volna rosszabb is. Márkolóni jön, aki Márknak egyébként általában a legjobb emberje, bár ugye mindenki az. Nagyon jó ember, és most megpróbálok valamit. Elmondom nektek gyorsan, hogy mit. Norbo mellé be fogok tenni egy banánt. Ide, és remélem, hogy akkor átrobban, hogy még Norbertet is belöki. Na jó van. Ez egy rizikós dolog, és nem mondom, nem biztos, hogy sikerülni fog, de olyan messze van a többi kukaca, hogy amúgy nem tudnám máskor jobban elhasználni. Ide, ezt lerakjuk. Remélem, ez be fog ide akadni. Igen, és repülünk, jó? Hát sajnos Norbónak ez a halálos ítélete. De kérdés, Norbert megúszta viszont Norbert, nem örülök. Norbó nagyon sokat kapott. De meg kellett próbálnom, szerintem nem volt ezért rossz döntés. Norbi érkezik. Itt alatta van Márko és Márkus. Írtó jó kukacok, írtó jó. És amit meg fogunk próbálni, ez egy szent gránát lesz. Mi? Amit Márkó mellé próbálok lerakni, és még azt remélem, hogy a nagyon nagy rádiusza miatt még Márkuszt is megüti. Lehetetlen. Egy kicsit. Aj, ne. Jó, a helyezés tökéletes. Nézzük, csap meg! Bim! Yes! Márkuszt is megütötted, de nagyon kicsit, úgyhogy ez már nem fog számítani sajnos. 5 életet. Márkónak viszont over. Úgy mondják, Márkó over. Mindjárt mutatok én neked még nagyobb overt. És az te leszel, tesa. Mivel Markusen is bosszút fog állni, mert Norbival nem tudtál eléggé elbújni. Nem tudtam, ez tény. És mindent meg fogok tenni, jönnek. Igen, azt látom.
Ásány fölment. Ez nem volt egy egyszerű feladat, bevallom. Norbi veszélyben van, Norbi veszélyben van. Mindent el fogok követni, hogy Norbi veszélyben is maradjon. És én is biztosan megyek most egy baseball battle, nehogy baj legyen. Ugye egyszer itt hibázott, Norbi itt hibázott az első körben, de én nem fogok is meg, ez az! Hát úgy előtte. Gyönyörű volt. Mehetünk vissza, Norbihoz. Kiegyenlített a meccs, így a életvonalakból azt látom. És kukat számban is egyébként. Igen. Dos mano a dos mano, ahogy ezt mondani szokták Mexikóban. Így szokták mondani, azt tudom. Jetpackelünk felfelé, meg közben ugye már figyelni kell itt sok minden másra is. Ugye igen, a víz nem sokára indul. És Marco Lónival kéne valami iszonyat pusztító erejű csinálni. De, na ilyenkor iszonyatosan kéne mondjuk a... Hogy hívják ezt a cuccot? Banán? Holigrenét? Igen. Azok jók lennének, de elhasználhatod mindet. Igen, de megpróbáljuk, hát a kirobbantja eléggé. Az lehetetlen. Az lehetetlen? Pif! Ja, és kirobbantotta! Ez mekkora máker? Ez tényleg mák volt. Engem is lelökött egyébként. 9 életet levett, de még így is szuper jó. Szuper jó. Nem gondoltam amúgy, hogy átrobbantja. És jön a víz, azért nem megy rohadtul a kép, emelkedik a víz. Szóval ilyenkor másodperceket veszítek, mert annyira remeg a kép, nem tudok mozogni. Lehet, hogy nem az volt a baj, úgy látom. Jó, igen. Lehet, hogy más. Egy kukacod van? Nekem egy kukacom van már, csak sajnos. Sajnos ez true. 2v1. Mano a duo mano. És elő kell vennem a komoly fegyvereimet. Megyünk egy szuper sippes kacok, és mindjárt meglátjátok a tervet. Norbeót fogom kilőni oldalra. Úgy beszeretnék abba a lyukba bemenni, és hátulról meglőni őt, nézzük. Yes! Tökéletes! De ez tényleg jól sikerült. Jó, hát ezt nem hiszem el. Még ha beesett volna a vízbe, ez szerintem még lehet, hogy rámelkedik a víz. Uram, atyám, nézzük! Nem! És nem. Jó. És ő jön? Hát te jó is lett volna. Maradjunk annyi, hogy igen, ő fog jönni. Akkor ez egy mestermunka lett volna, egyébként így is azt hozzáteszem, mert lehet, hogy nagy képű, ezt magamnak mondanom, de szerintem ez egy szép lövés volt. Menekülünk fölfelé, ugye jetpacking már nincs, úgyhogy ilyen szempontból nem könnyű annyira. Hogy beakadt? Mi volt az? Nem is értettem, mindegy. Ez az ember úgy mászik, mint a Cliffhanger filmnek a kezdőjelenetében az ember. Nem láttam azt a filmet, de valam. Jó, mindegy. Nem tudtam tovább tartani ezt az álcát. Igen, ezt éreztem, hogy ebben semmilyen tudás nincs. Hét másodperc, nagyon kevés ideje van Norbinak. Ezt lehetett megoldani. És megoldja? Egy szuper sípet elindított? Szuper síp, mert nem volt időm semmi másra. Ha ez addig elrepül, és biztos vagyok benne, hogy elfog, mert csak nekem számol vissza a szuper hamar, és elrepül addig, nem hiszem el. Még el sem kell számolni, mi ez? Bim! Ne mondjátok már, hogy nekem nem rövidebb. Kicsit esetett volna lejjebb. Hát megőrülök. Csak 60-at vett le, és 65-öt is tudott volna. Mindegy. Na nézzük, mik vannak még itt. Na, nagy taktikázás van. A Márk úgy gondolkozik, hogy sajnos nem tud megszólalni. Igen, bevallom, most tényleg gondolkodtam, és hát el is kell kezdenem egy olyan taktikát, amit mindig az utolsó pillanatig tartogatok. De most el kell kezdeni, skacok. A patkány módot magyarul. Sokan így hívják. Sokan úgy gondolják, hogy ez egy negatív jelző, de nem, a túlélés módja. Én így is szoktam hívni. Ez a patkány éve, írja Damon. Ez biztos. Szabolcs is írja, patkány mód, Tim Mark. Az biztos, hogy patkány mód. Nem tudom, az sem lesz annyira jó. Nem tudom, mit csinálják egyelőre.
ez a patkánymód első számú legfontosabb lépése. Összezavarni az ellenfelet. Rábírlőni odáig? Nem hiányzik egy kicsike. Meg egy kicsike idő is. Kérlek. Nem tud átlőni, pont nem tud átlőni! Menj már oda, könyörgöm! Pont át tudok lőni most. Biztos felvesz valami elképesztő dolgot. Hoppá, ez nem rossz, nem rossz. Időnk igazából nincs. Eljövök, igen. Az új kedvenc fegyverét használja a V1-et. A V1 rakéta, a kedvencem. De most jelen esetben ugye tudjuk, hogy hova küldi. De lehet, hogy az a tervem része. Ugye ez felvisz a rakétát, aki nem ismerné, és a következő körben fog leesni valahova, amit én adtam meg. Igen, és ezt nem fogjuk hagyni, úgyhogy Worm Selectelnem kell. És Norbertet kiválasztjuk. Tudom, egy kicsit közelebb is mehetnék, csak közben próbálom, hogy akad mindenbe bele. Most támadja ötletem, skacok, ami lehet, hogy 400 IQ, de meg fogom csinálni. Miért hagyta abba? Miért hagyta abba a fúrást? Megnyomtad kétszer? Nem, hittem? Nem csináltam semmit. Jó, igen, mellém csapódott be. Ezt tudta Norbi, viszont ez mind a tervem része. Na és most van egy ötletem, ami hogyha működik, akkor nagyon büszke leszek, ezt bevallhatom. Érdekes. Eléggé kiszámítja. Eléggé kiélezi. Nem, még jobban kibír élezni, azt mondja. Szóval Norbert bezárta. Hogy mit csinált. Jön a víz, és remélem, hogy Norbert jön most. Igen. Jó, az egyértelmű, hogy teleportálni fogunk, ugye alapból ez volt a terv. Az a baj, ez egy kicsit most, szóval nem tudtam, hogy Norbeo fog jönni, de nem, ez is benne volt a terben, úgyhogy nincs gáz. Csak logikáltam, az előbb is ő jött, és vele Worms szelekteltél. Nem baj, nem baj, tanulunk, szépen tanulunk. Nem, csak most valami eszembe jutott. Valami eszembe jutott, amit... Hány élete van ennek az emberkének? Hány élete van? Ezt miért nem látom én? Mindegy. Jó kérdés, de ha tudnám, sem segíteni. De nem tudom egyébként ezt ezeket. Jó, ide megyünk. Hova ment? Ó, érdekes. 31 élete van. Nekem 35 volt, azt hiszem. Köszi a cseten, láttam, hogy sokan írtátok, de ilyenkor próbálok nem cseten figyelni, hogy a saját logikámmal mondjak teljes csődöt itt valamivel. Norbeorra ráköldünk egy Bunker Buster-t. Így van, és egy élettel túl fogja élni. Várjunk csak! Ne! A rohadt életet sosem mozdítja meg. Ciao amigo! Hát, hogyha jól céloz az ember, akkor lehet, hogy megmozdítja. Mano a Manót! Sikerült kiarcolni a Marcusnak, aki a legjobb emberem, írtó büszke vagyok rá egyébként. Norbi illene megnyerni, írja Tolnai Oli, és az a helyzet, jobban áll Norbi. Sajnos ezt nem tudom elvitatni. De most már ez egy Mano a Manó. Átrakom, hogy lássátok, hogy csinálom mi. Nem tudom, mit csináljak.
A patkány mód működik. Több életem van. De a patkány mód egyébként tényleg elég jól működik. Na örülök, örülök, köszönöm szépen. Írjátok a Bunker Buster-t, nem fúr át ekkora földet a Bunker Buster. Hamarabb felrobban, úgyhogy nem, itt, ott nem tudom ráküldeni. Valamit szerettem volna, de azt nem. Extra patkány módra rendezkedik be. Nagyon nehéz, oda most ezt fogom tenni. Mi ez? Vannak kétségeim most ezzel a lépésemmel, de meglátjuk, meglátjuk. Nekem is van sokféle kétségem. Hopp, 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 hopp. Híí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  Az a Szentrígán, most jó, hogy lehelyeztem oda. Igen, ott könnyen lehet, hogy nem tudok átmenni, az a helyzet. Igen. Te megpróbálja kideríteni? Ez para. Izgulok, szó szerint izgulok. nem tudom meg, mit fogok csinálni. Elképesztő izgulok. Bepatkányozik? Megpróbál beásni? Mi ez? Nagyon érdekes, nagyon érdekes. Na, itt most nagyon sok minden kiderül, hogy most mi fog történni. Igen, hát ettől féltem. Nem tudok átmenni ezen. Hát nem, remélhetem, hogy nem tudsz átmenni ezen. Hát akkor kijönnél, azt kinyírnál valahogy. Hát az volt a terv. Hát jó, hát nekem meg nem az volt a terv. Sőt, ugye az életet se tudja felvenni emiatt, de azért én sem tudok lemenni, mert tényleg agyon lő az a rohadt Szentigrán. Vagy hogy nem bírom már kimondani se. Mit csinál? Ez mi? Ez mi? Meglátjuk, hosszú távra rendezkedek be, jó? Annyira hosszú távra ne rendezkedjél be, tesa! Mert most kapsz egy szentgránátot. Van még egyszer? Mi felvettél rohadt szentgránátot, ha megőrülök? Lehetséges. Mekkora máker, hát nem hiszem el. Jó, hát így semmi értem. Szóval úgy számolgatok, mint Pitagorász, hogy milyen van. Na ciao, bambino! Egy szentgránátot. Unnarító. Bím! Szétkapta. 106 élet. Hogy? Nem is értem. De mindegy. Mert a szentgrán is felrobban. A szentgrán. Nem tudom kimondani. Mindegy. A lényeg, hogy ez szétpusztított. Unnarító, és tudom, hogy Norbi sem büszke erre. Dehogy nem. Ebben szerencse volt. Ez hihetetlen. Ez hihetetlen. Ennyi. Team Norbi, Team Norbi. Srácok, ez... Felvett egy szentgránátot, ez unnarító. De ez a játék része, de erre... Itt szerintem Team Mark megérti, amit érzek. Teljesen megérti. Figyelj, kaptál volna egy dinamitot. Dinamittal nem ütötted volna át. Ki volt számolva minden? Direkt azért mentem jobb oldalra. Hát átütötte... Jaj, de nem volt dinamitom sem mondjuk. De azzal átütötted volna, de nem vett volna le 36-ot. Nem vett volna 36-ot. És utána pedig elpuszt... Nekem is volt szentgránátom, én még ott tartalékoltam, volt követő rakétám, olyan arzenálom volt. Sajnálom, skacok, ez nem tudtam, hogy felvette. Amúgy tökéletes lett volna. Egyébként ezt aláírom. Ezt aláírom. A szentgránátnak van csak ilyen rádiusza. Na, akkor nem kinyert nagyon sokat. Musk 38 ezer pontot több mint duplázott rajtam. Daniel viszont 130 ezeret vesztett Márkon. Hát ez kemény. Ez kemény. Bocsi, Fuku Neptun, látom, hogy lenulláztad magad az elmúlt két napban. Hát hidd el, én is, lelkileg én is. Én nem csatornapontot veszítek, annál sokkal rosszabbat a lelkem darabjait.
Raúkos ír, hogy én is használtam a tenger alatt járós dolgot, meg falakat én is építhetnék. Igen, de én szeretek nyerni. Nem, zseniális volt az ötletem, mert ha nincs szent gránátod, azért tettem oda egy falat, mert leteleportáltam volna, utána nem tudtam volna megölni, mert a szentri miatt nem tudsz odajönni, és utána meg felmények, és a szent gránáttal szétpusztítanak. Nem olyan rossz terv, de egyébként már nem nagyon volt ott idő, mert már vízszinten volt a cucc. Tehát Igen. Nem biztos, hogy odaértél volna. Pont odaértem volna, ki volt számolva, de bevallom, én azt hittem, hogy át lehet menni a szentrin. Hát az mindent megváltoztatott volna. Én is imádkoztam, hogy ne lehessen átlenni. Na, közben Talaber Richard feliratkozott ránk. Köszönjük szépen az első hónapjára, ha jól látom. Köszi, Richard. Nem, de a harmadik hónap, vagy három hónapra, vagy valami okosítás van, csak a Twitch-en. Meg egy hülyeséget ír ez a cucc, mindegy, a lényeg, hogy köszi szépen. Hogy... Három hónap az még jobb. Na! Köszi szépen. Na hát, Team Norbi, Lícián belépett. Kedves Lícián. De most ki kell kikkelni. Sajnos most ki kell. Bocsi, Lici. Na! Három hónapra előre feliratkozott Richard. Most itt Skál írta, köszi Skál. Richard, akkor az nagyon-nagyon komoly dolog, köszi szépen, köszi. És Killer aztán kérdezi, hogy ha átmész a Szentrin, akkor téged is szárál lő, nem? De nem, ugye az csak az ellenfelet lő viszét. Az csak engem. Mármint csak engem. Itt csak őt, igen. Hogy pontosabban fogalmazok. Most lesz a második meccs, Norbi legenerál egy jó kis pályát, és én fogok kezdeni most, Team már kezdés. Véletlen megnyomtam, ez túl sima. 5v5 legyen megint? Nekem ez bejött. Jó. Én ezt érzem. Mászkál. 100 bitet bedobott, köszi szépen, és írja, hogy sziasztok, a nevem egyszerűen Mászkál. Valószínűleg idegesített, hogy Mászkálnak ejtjük, mert minden másnak, Mászkálnak. Mászkál, nagyon szépen köszi, ezentúl jól ejtjük meg, ígérem. Oké, ez lesz a pálya, nézzétek meg. Ez jó. Jó, nagy, izgalmas, le lehet lökni. Igen, le lehet lökni, és most a Márk fog kezdeni, ezt vegyétek figyelembe, az előbb ugye én kezdtem, és az azt jelenti, hogy most a Márk fog. Bizony. Úgyhogy kezdődik a fogadás, készüljetek, már el is indult ebben a pillanatban. Kíváncsi vagyok, kiket, melyik oldalon fogunk látni. Nos, Dani, ez 1003-at tett Márkra, Koksi 250 ezeret tett Márkra. Koksi kékbálnaként az, és nem is vártam meg az occokat, nem várt meg semmit. Nem érdekli. Egyszerűen meg akartam mutatni, hogy neki van mit a tejbe aprítani. Szeretnék bálna emótákat a tiszteletére kérni a chatre. Koksi, legenda vagy. Legenda Barnabás vagy. Tatai 30 ezeret tett rám, még mindig 3,5-ös occ van. Ugye mindenki fél attól, hogyha Márk kezd, mit fog tudni. Mászkál 50 ezeret tett rám. Baby bálna, Mászkál tiszteletére is jönnek a bálna emóták, ő bizony egy csecsemő bálna. Közben Lícián visszajött a csapatba, majd újra kirúgjuk mindjárt. Blind Dude 60 ezret tett rám. Nem Isten, ki tudja, hogy lehet, hogy Team Marknál is van egyébként még valamilyen bálna, csak nem látjuk, mivel Koksi akkor átrakott, hogy nem lehet felülemelkedni rajta. Lerakta rendesen, ez biztos. Közben bálnákat látok mindenfelé, gyönyörű látvány. National Geographic. És véget ért a szavadás, ez a végeredmény, 55% Márkra fogadott, már több pénzben, 45%-otok rám, ennyi, ez a vége. Koksit, hát megnézzük. Várjunk csak, Richard írja 50 bit mellett, köszi szépen Richard, hogy ment rád Norbi, ja 500 ment rád Norbi, nehogy elbukjad, múltkor mínusz 6000 volt. Előfordul, minden előfordul. Viszont most igen, én fogok kezdeni, azt hiszem, hogyha át is raktam, én ready vagyok. Marci is írja, napok óta csak veszítek, szörnyen sok játék óta, csak rosszul döntök. Nagyon ritkán fogadtam Norbire, de akkor mindig vesztett. Utolsó 7000-em, ez már all in. Uram hát, Isten, ez legendás. Ez kemény, akkor menjen. És kire fogadott most? Azt hiszem megint rám. Hát ezt most mindent megtiszek, hogy ez most sajnos lenullázzó, úgy bocsáss meg, hogy ezt ki kell mondanom, de Team Markot kell szolgálnom. Így van, ez csak játék, ezt senki ne felejtse el. Na nézzük. Ajjaj. És kihúzott egy szent gránátot, nem hiszem el. Nem jó. Nem jó. De nem is olyan rossz. De egyben nem is olyan jó. Nem is olyan jó, igen. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nagyon-nagyon nehéz kérdés. Jó, döntöttem. Hoppá. Aha. Defenzív taktikára vált, lehet, hogy nagyon bölcsen. Közben a hype-vonat is elindult valamitől, nem tudom, hogy pont most. Jaj, ne! Ezt elrontottam! Jaj, ne! Hibát hibára. Mit csinál? Jó, sajnos meg kell küldenem maximális bazukával, nem örülök? Magát is lelövi! Bim! Meg fog halni! Ezt nem hiszem el! Meghalt! Hogy csúszott ilyen lassan le? Elképesztően lassan, elképesztően lecsúszott.
Ez hihetetlen. Nagyon rosszul kezdtem. Tim Mark izzad. Döbbenetes hibák. A hibák történetében a legnagyobb hibákat látom. Nem is értem. Ilyen lassan még semmi nem csúszott le. Sose láttam még idén se, én se. Alex kérdezi, mit csinálok? Hát egy hibát vétettem. Most itt van Mark, és megpróbáljuk iszonyatos erővel egy fire punch-ra belerugni a vízbe. Kérlek már, takarodj innen, takarodj! Jaj, de szépen beesett, úristen. Istenem, nagyon-nagyon-nagyon gond. De valahogy nem érzem, egy hete nem érzem a vörömszet skacok, de vissza fogom ezt hozni. Köszönöm a büszkeséget, láttam mindenki. Örül. A fire punch átmér a plafonon, ha alász az ellennek úgy indítod, akkor magasabbul is kiüti. Na jó, oké. Ajjaj. Norbit ki kell innen ütni a francba. Hát, ha megakad a kőben, kérlek. Nem akad meg, mennyire? Hát, ez nem akadt meg bizony. Ja, nem örülök. Nem is ünneplek ilyenkor, mert... Norbi iszonyatosan megerősödött, ezt mondja, Bazsi the cop. Elképesztő. Hun Ádám közben egyébként 100 vitet bedobott, köszi Ádám, és Richard még 50-et. Egy e-sport player ekkora hibát vétett? Mi van veled, Mark? Kérdezi Richard közben az 50 bit mellé. Nem tudok mit mondani. Ezt ő sem érti, maga sem. Lesz itt comeback, nyugi. Tim Mark, írja Marci, annyira magabiztos, mint én. Nem tudom, na, megnézzük Markust, egy baseball ütővel remélem úgy meg tudom küldeni, hogy még innen is eltakarodik a világegyetembe. Ennek nincs értelme, de én értitek a lényeget. Ez a takarodj, Markus, bim! Nem hiszem el. Ki tudta ütni? Ki bizony. Hú. Marcel, írom, a hatalmas előny a kezdés lehetősége, ki kell használni, mert ezen a szinten ez túl nagy hiba. Igen, hát e-sport level. Teljesen igazatok van. Norbertóra és Norbeóra egy banánt rádobok. Ez nem jó. Az a baj, elvesztettem az erőmet, elvesztettem azt a magabiztosságot, ami eddig a Tim Markot jellemezte. Hát meglátjuk, mindjárt megpróbálok amit itt csinálni. Ebből baj lehet. Elég jó robban. Norberton, kérlek. Norbertónak vége van, az biztos. Norberton megúszta. Jó. Nem örülök. Hát így is 185 sebeztél összesen. Nem örülök neki, akkor se. És azok a patkánymódot kell majd ismét használnom. Snorból jön. És Dani is írja, pont Dani Mikó. Ebből patkánymód lesz. Az biztos. Most jetpacket fogunk használni. És ide feljövünk Márkóhoz. Lerakunk egy dinamitot. Márkó is meghal. 1v3 lesz, vagy 4. Hát is így. Lerakunk és menekülünk fel. Közben Krisztián 1000 bitet bedobolt, amit nem is láttam még, azt szerintem, hogy nagyon régen. Az nagyon durva. Márkó! Közben Márkó meghalt, viszont beaktiválta a bombáját, hogy ne! Uramisten, Krisztián, nagyon szépen köszönöm, úgy érzem, az 1000 bitet hozott most nekem szerencsét. És Norbolt is úgy el fogjuk pusztítani. Szadapuli 50 bitet bedobott, ő is. Köszönjük, srácok. Ja, toljátok, most látom itt a hype vonatot. Most mi történik? Itt van, jó. De te rossz, 40 ezeret tett rám, azt mondja, Team Norbi. Na hát most Norbót megnézzük, hogy valahogy túl bírja élni ezt a helyzetet. Nem túl rózsás. Egyértelmű, mit kell itt tenni, egy holy grenade-et fogok ledobni. Hát az sajnos úgy megküldi. És úgy, igen, erre az oldalára, hogy megküldje oldalra és leessen. Szerintem van rá esély. Csak mindegy, nagyon rossz vagyok a holy grenade lerakásban. De nézzük. Ezt nem hiszem el! Hát ez elképesztő. De így is működött! Így is működött, de elég erősen meg... Miért nem repült el a holy grenade? Nem értem. 19, azt hittem többet kapsz. Dehogy többet, nem hiszem. Manó, skacok, egy elég erős comebacket toltam. Azt azért hozzá kell tenni. Egy elég erős comebacket. Norbinak nincs jetpackje. És messze vagyunk. Igen, nincs jetpackje, viszont... Mi lehet? Banánja van. A Super Sheep-et indít el. Super Sheep, tedd a dolgod, kérlek! Tedd a dolgod. Nagyon sokat sebez a Super Sheep, de nem annyit. Bim! És kilőtte! Gyönyörű! Istenem. Ciao. Erre nem számít. Ciao bambino, ez egy Team Norbi győzelem. És nem tudom, hogy jött vissza a Mark, szóval tényleg majdnem comeback volt, én nem tudom, hogy. Mert olyan erősen indítottam, mint a szemét. És képzeld el, hogyha én nem rontom el az elejét, akkor meg úgy, hiszen mindig egy nagyot hibázok, és amúgy meg utána olyan erős comebacket tolok, az elejét kell megtolnom, skacok, de ez Team Norbi.
Ez Team Norbi, nagyon gyors volt, és koksi, hát sajnálom. Sajnálom, hogy 250 ezer csatorna pontod átment Team Norbihoz. Vissza fog az még jönni. Ez jó. Nagyon gyors volt. Lehet a leggyorsabb bonus menet, lehetséges. Igen, mert mindenki vízbe esett. Úgyhogy... Hú! Váó, szép volt Norbi, szegény Márknak a patkány hadműveletre sem volt lehetősége. Igen. Deterox, na ott a plusz 800, vagy 80 ezer, látod, mondtam én. Blind Dude is duplázott, sőt, de több, mint duplázott. Megcsináltuk, srácok. Én nem tudom, ez... Márk úgy jött vissza, hogy Norbi, te saját magad írtottad ki. Hát, nem tudom. Jaj, ne bejött Venkel a játékba. Nem baj, majd kidobjuk a végén. Nos, kacok, tolj vissza, tolj. Team Márk vissza fog jönni. Nem nyertem egy vermeszet sem már egy hónapja, de nem baj. AK 47 már ebben a pillanatban bekövetett minket. Milyen jó név. Ez a pálya? Nekem tetszik. Nekem is tetszik. Ez a Venkelt kidobod, mert kicsit zavaró lehet itt a fogadás szempontjában. Nincs harmadik ember, ketten vagyunk, 5v5, és ez a pálya. Úgyhogy indulhat a fogadás. Jó, és én fogok kezdeni, ugye? Igen, Norbi kezd. Viszont ha nem szerencsésen jön ki, itt nem akkor előny a kezdés. Nem, az a helyzet, hogy nem tudom, mit kellett volna másod csinálnom az elején. Írtó rossz helyen volt egy emberem, azt meg akartam menteni. És Norbi emberei pedig a szélén voltak, de annyira meg nem is a szélén. A szélén volt voltak, csak jó pozícióban, nehéz volt megütni. Igen. Na, de indul a fogadás? Már megy a fogadás. Koksi rám tett 250 ezeret, és ez döbbenetes 90% túlsúly van. 12-szeres szorzó van Team Markon, ezt nem fogják hagyni. Ezt nem fogják hagyni az emberek. Phoenix, 35 ezeret tett Markra. Phoenix, szóval 35 ezeret tesz, és 350 ezeret nyerhet. Elképesztő. Pagony! Most... 100 ezeret tett. Pagony 100 ezerre. Bálna emótákat kérek a chatre, nem csak Pagony miatt, hanem Koksi, persze legenda miatt, és minden más bálnára ért is. Még így is majdnem ötszörös a szorzó. Viszont a statisztikák azt mutatják, hogy kicsi az esély. Elvesztettem a Worms magabiztosságomat. Brutális, brutális. Egyébként 2 millió pont fölött vagyunk. Uramisten. Nem, nem, 1,9 millió a vége. 1,9, erős, nagyon erős. Márkon 3,15-szörös odds van. Nagyon szép odds, nagyon szép odds. Viszont Norbi kezd, ne felejtjétek, és jobban is teljesít az elmúlt napokban, úgyhogy nézzük, hogy ki tudja ezt használni. Hajjál már, törd meg a Worms átkot, ezt mondja Raukó. Köszönöm, hát Raukó, hidd el, mindent megteszek. Ez kemény lesz. Na nézzük. Zeti írja, na most ez egyszer Team Mark az odds miatt. Hát az odds az kívánatos, azt elhiszem, hogy sok embert becsábít. Így, micsoda, egy helyen vagyunk, mi ez a szörnyű... Mi ez, hogy az első körben kap valamit? Ez mi? Közben a Hypefonat sikeres lehet, hogy köszi, köszi mindenkinek, aki megtolta. Nagyon érdekes, teljesen ketté vált a csapat. Igen, viszont ezen próbálunk módosítani. Egyből elhasználni egy jetpacket. De nehezen megy, nehezen, olyan lassú. Ah, jó, majdnem bezuhant. Fuku Neptun is előfizetett az első hónapjára. Fuku, nagyon szépen köszi, köszi, köszi. Ezek szerint bejönnek a Worms-ök? Mivel mostanában az volt, hogy úgy döntöttél, hogy feliratkozol ennek, az lehet az oka. Itt van Márkó. Márkóra megy, aki ott kart, szó szerint kart pengén áll. A penge van. Élén. És egy Fire Punch-ra fogjuk leütni. Igen, nincsen semmi, ami megjöhetett. Takarodj innen! Márkó. Viszont Márkó. És még bemenekülünk. Jó, viszonylag jól sikerült. Sőt, minden a terv szerint megy egyébként, és kicsit sikerült szétzilálnom azt, hogy 40 kukacon volt ott lent egy helyen. Hú, de azért izgalmas volt, nagyon pörögni kellett. Márknak 3 kukaca és a map szélén van, Norbinek 0, azért a szerencse. Igen, egyébként van ebben egy elég nagy random faktor. Viszont a Ninja Rope-ot egyre jobban használja a Márk, az a helyzet. Igen, de amit a Ninja Rope-on egyre jobban használok, az egyre rosszabbul a banánban. Igen. Na, de nem is megyek ennél sokkal tovább. Egy banánt megpróbálok bedobni Norberthez és Norbóhoz. Úgy érzem, hogy itt ezt meg kell próbálni. És nagyon remélem, sikerülni fog, de ezt nem érzem, hogy milyen erővel kell dobni. Sajnos. Remélem, hogy elpattan. Könyörgöm. Jaj, ne! Jó lesz az? Nem annyira jó. Lehetett volna jobb is. Mennyit sebez ez? Szerintem azt kibírják. Mennyi? Mutassa meg. Jó, nagyon. 85 és 75-öt. Nem örülök, de ennél rosszabb is lehetett volna. És Norbert jön őrült bosszút forral. Nem tud. Jetpackét elhasználta az első körben, szerintem az megfontolatlan volt, de meglátjuk, hogy mi a terve. Nem, mert akkor 3 kukacom halt volna most meg egyébként, szóval, hogy...
Na érted. Hát vagy érdekes. Nagyon érdekes, nagyon érdekes. Ú, ez nagyon negatív, ott nem könnyű feljönni, de Norbi megcsinálja, francia. Megcsinálja bizony. Megbízom, sőt, várjál. És ezt még egyszer meg kéne csinálni igazából, akkor lenne igazán jó, 17 másodpercen van. Két ninja rope-ot elhasznál? Kilenc másodperc. Jó, megcsináltam, megcsináltam, jó? És egy dinamitocskát kap. 4, 3, 2, 1. Nem, nem, előbb lejárt! Az idő, nem előbb, csináltam! Nem ment le nulláig! Nem ment le nulláig, láttam azt a rohadt így, és ott is van egy ember, hát megőrülök, mindjárt nem láttam. Sajnos azt elfelejtette, hogy itt van Marcus, aki Marcónak a testvére, akit az előbb elpusztított Norbi, és hát ő is szereti a bosszút. Nem ment le nulláig, esküszöm. Ezt kell róla tudni, nagyon szereti a bosszút, és szokott állni bosszút, ha értitek, mire gondolok. És most meg is fogja mutatni, mivel lerak ide egy aknát, és Norbertet átküldi a túlvilágra. Hopp! Au revoir! Ho-ho! És még ráesik Norbora is, de jó lett volna, nem baj. Az túl szép lett volna, hogy igaz legyen. Au revoir, Norbert, ahogy a franciák mondják. Nem tudom miért, mert tanultam 4 évet franciául. Elindultál már a győzelem felé vezető úton, így tovább, írja Olivier. Nagyon szép, köszönöm. Ez az üzenet, ez most jól esett. Tanástalan vagyok ezzel az emberrel, nem mondom. Nem mondom, hogy nem. Nem egy egyszerű helyzet, ez igaz. Na, Isten, annyira akad mindenbe bele, hogy elképesztő. Nem, nem, még egy, még, nem, nem használta el, nem tudta elhasználni. Jó, nagyon rossz pozícióban voltam. Uh-huh. Márk vezet, rossz érzésed egyébként ezt látni. Nagyon-nagyon-nagyon gondolkodom, mit kéne csinálni, de van egy tervem. Megpróbálunk egy homing missile-t ráküldeni jó öreg Norbo barátunkra. Vagy nehogy véletlen fel tudja venni azt az életet. Nézzük. Ne! Ez túl, ilyen gyenge! Túl alacsony! Ezt elrontotta. Ezt nem hiszem el. Mindig azt rontom el, hogy túl erősen lövöm el. Most meg azt, hogy túl gyengén. Megőrülök. Jó, jó, egy-két hiba most kellett. És persze, hogy jöjjön. Pedig milyen csodás tervem volt. A terv jó volt. Jó, de egyébként itt 20 ezeret semmit nem ér. Hát sokat nem. Szóval most több kellene, az biztos. Mi lehet a terve? Ja, megint furcsán visszafele ugrott egyébként, néha csinál ilyet. Igen, mert valamiben beleakadsz előre fele, és akkor visszapattam. Egy super sheep érkezik. Nézd, ahol mindegy is sok kinek, mert nem éri meg. Mi az, hogy nem éri meg? Na, mindjárt látod. Bim! Á, sajnos nem bírt lepattani a víz felé. Erre gondoltam, nem értem meg, hogy mindenkit úgy pozícionáltam, hogy lehetetlen legyen elpusztítani. Igen, itt van jó öreg Marco. Viszont most nem vele fogunk menni, hanem szerintem menjünk Markkal, akivel repülünk. Ja. Nem fogyott már a jetpacked? Nem, nem használtam egyszer se. Nem tudom. Itt lerakunk egy holy grenédet, és Norbertont is szeretném, hogy nagyon pusztítsa, de hát még Norbóra is rámegy. Lehet, hogy ezt nem így kéne, de... De megpróbáljuk így, jó?
Ajajaj, azt meglőtte rendesen. Norbo, Rolla is leszedett egy kicsit, de nem sokat. De jó lesz ez, ez minden a tervem szerint. Persze pont Norberton jön. Norberton jön bizony. De nem tudja, nem tudja elpusztítani Markot. Úgy gondolom. Kicsit valami taktikát ki kellett volna találnom egyébként. Marco Loni, érkezik egy Bunker Buster. Várunk csak. Ja, nem, az, az meg fogja ölni Marco Loni valószínűleg. Marcus jön. Nincsen szuperbanán, nincsen szuperbanán. Azt kivettük most. A szuperbanán ki van véve, bizony, ez true. Hú, ez, ez most para, mi történik? Várjátok. És elbújjunk, hogy ne lásson annyira. Utána pedig... Jó, most nem, nem fogom annyira túl agyalni a dolgot, bocsi mindenkitől, ez nem annyira izgalmas, de... Egy Bunker Bustert mi is visszaküldünk Norbóra. Au revoir. Elfelejtettem, hogy ez neki is van. 35 sebez. Természetes. És jól döntöttem, mert volt egy másik tervem, de az nem, nem lett volna jó így. Egy célzott rakétát fog kapni a Marco fiatalember. És arra gondolod, kiüti talán? Hát. És reméljük, hogy kiüti. Fölé lövünk, meg rendesen kicsapjuk. Jó! Á, nem ütötte ki, meg sem rezzent sajnos kifelé. Meg sem. Ez nagyon jó megfogalmazás, mert semmi rezzenés nem volt. Viszont igen. Akkor miért nem tudok jönni? Igen, jó. Na, itt vagyunk. Csapatunk egy ilyet, skacok. A kefencem. Jó, ez V1. Jó, öreg V1, ahogy az angolok mondják. Márk, ne azzal foglalkozz, mi az izgi, csak pusztítsd el, írja, de én természetesen én úgy gondolkodom, nem, nem sót csinálok, hanem sót és pusztítást. Sót és pusztítást. Sót és pusztítást. Jön a V1-es, hova lőtte, nézzük. Bim, yes! Igen. De nem, ott volt fölöttem valami. De én mellé lőttem. Francba. Mellé lőttem bizony, és nem tudom ez mennyit sebez, erre kíváncsi is vagyok. 23. Csak 23-at? Annál jobb lehet volna egy kicsit több, de nem baj. Azzal főzünk, ami van. Tehát direkt beálltam, láttam, hogy van fölöttem egy kis izé. Jön, ezt te is láttad sajnos, is. Ja. Hál' Istennek, itt van Mark. Azt hiszem, most biztosra megyünk, én ezt az aknát ide leteszem, és utána elfutunk. Megpróbálunk elég magasra. Ez jó lesz itt. Sajnos Norberton meg is fog fulladni, és meg is fog halni egyszerre. Így, az a legrosszabb, és még bele is akadt a gerince, vagy mint gerinctelen ugye egy kukac. A bőrizom tömlője. Azt hiszem, a bőrizom tömlője beakadt egy picit. Nem irigylem őt, ezt nem mondhatom. Ja. Én az ember itt közben számolgat, hogy a másiknak milyen fegyverei vannak. Fárasztó egyébként, azt hozzá kell tenni. Fárasztó. Ó, Máté közben 100 bitet bedobott, és mit írt mellé? Várjunk csak. Hajrá, Márka, úgy tűnik visszatértél a formáthoz, szerintem simán megnyered. Máté, nagyon szépen köszönöm. Mindent megpróbálok megtenni. Norbi is egy V1-ettől.
És akkor nem szabad megnézni a streamen, hogy hova lőtt. De természetesen nem néztem meg. De tudom, hogy hova lőtte, ugye teljesen egyértelmű. Lehet, hogy nem annyira nehéz kiszámolni most. Ez most egy nagyon-nagyon rossz szitu. Túlságosan alacsonyan voltam az embereimmel. Vajon mennyit bírnak még ki? Hát Márkó nem sokat. A franc egye meg! Nem baj, megpróbáljuk. Nagyon mérnöki számítások zajlanak itt. Mérnöki számításokkal leraktam oda, és remélem, hogy a szél elfújja majd a tüzet. Bím! Széle lett rendesen. Esik a tűz. Esik. Már esett? Mutasd már, mert most tényleg nézem én. Rángat. Be! Mi? Uram Isten! Mi a franc történt? De meg fog fulladni így is. A kamerát nem én rángattam, hanem ez a hülye játék, megfullad. És a másik kukacod nem, ő még él. Ő még él, de nem ez a baj, hanem a tüzet olyan tökéletesen kiszámoltam, és ideges vagyok most nagyon. Egyébként ezt bevallom, hogy tényleg kiszámoltad, ezt nem nagyon lehetett volna jobban csinálni. Nagyon rá. Most csak csendben vagyok, csak koncentrálok iszonyatosan. Hogy kell bemenni ebbe a szemét buszba? Lehet, hogy nem lehet. Lehet, hogy egy szentri várott rád. Tényleg nem lehet bemenni. Hát mindjárt megőrülök. Nagyon kevés ideje van. Nem sok. Jaj, ne csak az a baj, még van egy banánja. És azt akarja berakni. Igen, és nincs több időm, úgyhogy be fogom rakni vakon. Ez egy nagyon rizikós dolog, de meg tudja csinálni, az a baj. Túlment! Ez az! Rohadt élet! Rohadt életbe! De Erika, itt is az a hiba... Mi történik most? Megfulladt a másik kukaca is, 2v1-re váltott, de sajnos jobb pozícióban van. Mert abban a rohadt buszban nem tudtam, hol kell bemenni. És ugye nem tudom, hogy hol van. Dobtam ezt a rohadt banánt. Az a két kukaca is megfulladt, sajnos ez amatőrség volt a részemről. Az bizony ez volt. De amiatt fulladtak meg, mert... Mellette meg epic dolgokat csináltam, úgyhogy nagyon nehéz megmondani, hogy most akkor most mi van. Na, Norbeót nem lesz könnyű megölni. 100 élete van. Nem egyszerű. Ezt megpróbáljuk kidinamitozni a pokolba. Nem lesz egyszerű, de hátha, én meg utána elbújok. Sajnosabb. Jó helyre helyezte le. Nagyon remélem, hogy nem fog átrepülni a fajon. És nem. Jó. Mekkora mákja van. Mekkora mákja van. Hihetetlen. Markus sem könnyű onnan kiszedni, és hál' Istennek a banányát elhasználta. De nem egyszerű a feladatom. Ezt hozzá kell tennem, nem egy egyszerű feladat ez, amiben vagyok. Selectelünk. Nagyon, Worm Selectet használtam, amit nagyon akar. Biztosan megy, még parasútot is használ, elképesztő. Még milyen van? Lehet, van szent gránátja, mi akkor ki tudja robbantani. Mindjárt kiderül. Még úgy sem könnyű kirobbantani egyébként. Jaj, ne, most lesz neki. És persze, hogy van neki. És kirobbantotta! Kirobbantotta. Megvan! Kacok! Hibáztam ismét! Yes! Hibáztam, skracok, sajnálom. Verhetetlen vagyok. Verhetetlen, de azt érzem őszintén, és ezzel természetesen magamat próbálom védeni, hogy én hülye döntéseket hozok. Szóval nekem magától halnak meg az embereim, meg én beugrom a víz, meg hasonlók, amúgy viszont amikor a patkánymódot használom, egy emberrel megölök 3 kukacodat. De miért nem teleportáltál el a lenti emberekből egyikkel se? Nem tudtam elteleportálni. Nem volt teleportod? De volt teleportom, de szóval mindegyik lejjebb került menet közben. Aha. Szóval én kiszámoltam, hogy 3 kör múlva teleportálok el, és tök jó lett volna, csak aztán például a V1 rakéta tűzzel lejjebb vitte 2 körrel.
A másikkal pedig azért nem teleportáltam, mert akkor épp megöltem két másik kukacodat. Úgyhogy ez fontosabb volt. Igen, nem maradt römszeletje, igen, talán ez volt a gond. Most legyen a Márknak egyetlen kukac, hogy igazságos. Nem, hogy én most érzem. Most vagyok a padlón. Innen csak fölfelé tudok felkelni. Köszönöm, Dalix, nagyon köszi a 99 bitet, köszi. Márk, vegyél egy nagy levegőt, teljesen igazatok van. Na, Márk, választasz pályát! Nem, mert bármilyen pálya, nem a pályával van a baj. Itt saját magamat kell legyőznem. Uram, mert ha egyszer legyőzöm, láttátok, mit tudok patkánymódban csinálni. Elétől kezdve patkánymódot kéne tolnom. A túlélő mód, ugye? Na, várjál, legyen single island. Vagy legyen bunkeres most? Most, hogy én kezdek? Nem. Értem. Nem, az ilyenekre figyelek. Nem, most már végig tudjuk ilyenekkel. Úgy tűnik, háromszor raktam Márkra. Ezt írja Dökasi. Először, ezt, utoljára, és epikus. Jó, mehet ez. Jó, ez egy kicsit barlangos, kicsit szigetes. Jó, ez lesz a pálya. Oké, lehet szavazni. 5v5, ismét, szokás. Ez lesz. Gondolkozz, ne agyal túl, és menni fog. Nem, az, szóval túl hamar meghalnak az embereim. Sokan írnak 88-at, de most a szavazás már elkezdődött, úgyhogy nem. Viszont lehet, hogy belefér majd még egy 88 a végére. Az még szerintem biztos nem. Koksi 250 ezeret tett Márkra, 100 ezeret tett rám Gore. Most kiegyenlítődött a dolog. Márk fog kezdeni. Igen, szerintem én fogok, de a kezdés nem annyira előnyös, főleg egy ilyen dologban, ahol belezárva mindenki. Tesóder 250 ezeret tett rám. Még így is én vagyok túlsúlyban, hogy a Márk kezd. Azért óvatosak legyetek. Lehet, hogy tényleg megvan a comeback. Én érzek egy comeback energiát most egyébként, ezt bevallhatom. Óriási tétek vannak. Még 20 másodperc van hátra a fogadásból, már nem látok semmit, mert Koksi a Márkra tett 250 ezeret rám Tesóder, így aztán már nem látom a többi fogadást. Ez csodálatos, egyébként már nem is kell említenem, mert egyszerűen a chat tudja, hogy meg kell tisztelni a bálnákat bálna emótákkal, és tele van a chat. Gyönyörű. Tökéletes. Köszönöm. Mindenkinek nagyon köszönöm. Sester is ír, az eddig legnagyobb fogadása. Hajrá, Team Norbi. Igyekszem, de azért most kemény lesz, azt tudjátok. Tudjátok. Jó, megfontoltam. Mindig túl, én a long run-on gondolkodom, hosszú távba, és sose jutunk el addig. 50-50. Ezt kell gyakorolnom. Mindig 3 darab banán és 4 holigrenét rám rohad, mert megfulladnak a kukacaim. Ja. Úgyhogy ready vagyok, nyomatjuk. Ez most Team Mark lesz, kacok. Most, hogy vége a fogadásnak, elmondhatom, ez egy comeback. Mindig Norbi comeback-kel. Most Mark fog? Kérdezi, upgrade? Na, akkor megy. Azt érzem, igen. Hú. Az összes hibát elvétettem, amit tudtam, és kiismertem a játékot. Én itt is hosszú távon gondolkodtam. Na most ez jó lesz. Máté közben 100 bitet bedobott. Köszi szépen, Máté. Köszi. Na, egyből egy élet egy ott van. Egy élettel kezd, már nem jó. Viszont bentről kezd, Márk. Viszont nagyon rossz helyen is vannak embereim. A Ninja Rope mesterévé vált. Franc, egye meg! Nem tudom kihasználni, hogy én kezdek egyszeren. Nem tudom kihasználni, úgyhogy ennek nagyon nem örülök. Arra burult egy picit, azért fog bántani, de túléljük. 29 életet vett le Norbótól. Az volt a fő célom, hogy szétszedjem Markot, Markelonit és Markust, és utána persze azért volna, hogy Norbót és Norbit elpusztítsam, de azok a fegyverek sem most tiltottak az elején. Az összesen a fegyver, amit tudtam volna használni. Ami bármire használható. Ja igen, ha megnézzük, van-e embere, ugye, mert azt se láttam ilyenkor. Jó lesz, most érzem, skatom. Jött egy Csir Rihártól, köszi Szkála, hogy emlékeztettél, csak itt nagy küzdelem van. Rihárd 50 bitet bedobott, köszi Rihárd. Remélem megértitek, hogy most a teljes energiáimat arra kell használnom, hogy egy Team Mark win legyen. Ez biztos. Na, nem variáljuk túl. Takarodj innen! Bim! És pont egy kaktuszra esett rá, szegény. Még ez fájt neki egy kicsit, 43 sebzés, nem minden. Jó, ez jó. Na nézzük, ki jön most. Megint bentről kezdek, hát megőrülök. Ki jön most?
Nem látom. Van ott egy ja, oké, látom. Na, igen, ez nagy szerencsém van egyébként, hogy bentről kezd. A már kétszer is. Nem most, ennek nem örülök. Most Norbót megküldöm, nem fog maximálisat sebezni, de nincs jobb ötletem. Nem akarok jó cuccokat elhasználni rá. Pif! Legalább esett még egy nagyot. Csak nem szabad három kört pazarolni egy kukac meggyilkolására, de nem tudok más csinálni. Még most sem voltak unlockolva azok a fegyverek, amiket tudok használni. Már nagyon unlockolná, az biztos. És annyira high groundja van Norrnak. Szóval ott van bezárva az összes katonám, nem örülök. Egy banánt fog kapni Márkó és Márkó. Várjunk csak. És remélem, hogy minden elpusztul. Minden. Nem fog. Takarodj! Visszapattan onnan? Jaj, ti visszapattant? Nem jó. És még saját magát is! Nem jó. Ennek most örülök. Meg fog halni mindkettejük. Ez egy olyan... Valahogy nem repült nagyot. Tudom milyen az, nekem sem repül már három napja. Na, hát az első hibám. És ez nem jó. És még mindig bent kezdek, hát megőrülök, de most már akkor befejezzük. Befejezi Norbót. A mine az mennyit sebez? 35-öt kell neki szerintem. Úgycsak ez para. Jaj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 
jó, és 41 seb ez egy mine. Úgyhogy Norbónak nem sok esélye van a túlélésre. Piff. Ezzel a belső terület hivatalosan is a márké. Elfoglaltam a belső területet, ami sajnos nem ér semmit. Főleg úgy, hogy nem sokára emelkedik a vízszint, és szó szerint megfulladnak. Norbeó jön. Rohan befelé, hogy minél távolabb legyen a sziget szélétől, ugye. És ott igazából itt már annyira nincs rossz helyen. És egy célzott rakétát fogunk Markóra küldeni. Igen, és meg remélem, hogy lerobbantja gyakorlatilag. Mármint, hogy ő is lerobban, és BIM! Hát nem ez történt. Meg se karcolta gyakorlatilag Markót. Hát de sok élete nem maradt, de túléli. Túléli. 45, tökéletes lövés. Ez bőven elég ahhoz, amit szeretnék csinálni. Csak ne ő jöjjön. Most a Mark mellett már annyi élet van, de természetesen ő jön amúgy. Sajnos ő jön, ez nem jó, ez nem jó. De egyiket... Sajnos Norberton nagy veszélybe került. Lehet, hogy még ezt is... Ajjajjaj! Jó, megdobta, majdnem kipattant. De nem, és tökéletes! Jó, Norbertonnak vége iszonyatos, plusz 2-10-es sebzést kapott. Jó, ennek nagyon örülök, mert Markónak 12 élete volt és egy sebzés sem kapott, ami para ezért egy banánnal, amikor ilyen közelségben kell. Aztán. Így van. Para itt a helyzet, skacok. Nézek a csetet is. Notelent írja, a pálya közepét akár hívhatnánk patkányfészeknek. Mennyire igaz? Ebben van valami. Na igen, nekem meg jól kellene valamit csinálnom. Két emberem van, a Márknak meg négy. Az mi? Lehetséges. Az mi már? Lehetséges. Jó, ezt is
Nem, nem fog tudni. Markot elkezdem támadni. Kap egy Bunker Bustert, és remélem, hogy átbír fúrni ennyi földön keresztül. Szerintem itt egy kicsit nem. fúr, és bim! Jó, pont. És az élet is megsemmisült, nagyszerű. Nem kellett neki az az élet. Ez mennyit sebzett? Kisebzett? 30? Szerintem hamarabb robbant valahogy azt jelenti. 31? Igen, meg egy kis tűz is ment rá. Pont ő jön egyébként, hogy legalább felhíleli magát. Hopp. Jön a fekete leves. Jó öreg, fekete leves. Hát nem tudom, hogy kell-e parasút, úgyhogy biztosan izélben nyomom. Biztosan megy tényleg. Ki is nyitotta egy picit. Azt, igen, akkor lehet, hogy sérültél volna. Mi? Megint hátraugrott? Igen, ilyet néha csinál. All in ment Márkra, Norbinek vége mára, ezt mondják. Ez... Kemény szavak. Ezek kemény szavak bizony. Na igen. Elkezdjük mi is akkor ezt. Bunker Buster érkezik. Pim! Fel is küldte oda, nem is rossz. Nem is rossz. Én emelkedik a víz, igen, most egyszerűen okosabbnak kellene, mint eddig. Igen, Norbeo érkezik. Hát itt sajnos mindegy. Erik kérdezi, hogy hogy nincs gömb a neve előtt, amikor szavazott. De hát Erik, én látom a gömböt. Team Mark vagy, úgyhogy köszönöm. Ja, írja is, hogy a jó már van. Markónak nincs sok élete, az a helyzet, hogy nem jó a helyzete. Ezt be kell vallanom. Kap egy shotgun lövést, takarodjál, Markó. Marco is gone. Annyi szóval szakás sajnos. Igen. De még nincs vége, van még egy shotgun lövésed, amit nem könnyű használni ebben az esetben. És belőle a levegőbe, uramisten. Na, itt van Marcus. Menjünk minél feljebb. Kaktuszokon ugrál, szegény. Jó, és... Igen, most ennyimet látjátok, jó? Na, aztán most megmondom, hogy időnk nem lesz még egy meccsre, ez az utolsó meccs, mert nagyon elszaladt az idő. Pörök, a Burns van. Aha! A jó öreg V1-es tengeralattjáró rakéta. Egy klasszikus, kacak, egy klasszikus. Ja. Felment, következő körben lejön, ki tudja hova? Hát, mondjuk én tudom. Jó. Jó, worm szelektelünk. Mert hogy erre küldte rá a cuccot, és nem akarok sebzéseket, szóval itt most minden nagyon-nagyon számít. Jó. Nem bírtam előket oda építeni, mert nem tudom, hogy kell használni ezt a cuccat. Mindegy, oké, érkezett oda, ez erre számítani lehetett, ezt megúsztuk. És azt hiszem, hogy a Marknak most már távolsági fegyvere talán nincs. Nem sokára kiderül. Csak előtte. Mark Rónival végre mi is felveszünk valamit, bár ezek béna cuccok szoktak lenni. Eléggé most is sajnos, de meglátjuk. Meglepő dolgok történnek már megint. Lehet, hogy megint túl hosszú távon gondolkodom, de szerintem jó lesz. Ez szó szerint fogalmam nincs, hogy mi történik. Ready.
de nem baj. Oké, nagy taktikázás van, most azért van mindenki csendben egyébként, mert őrületes taktikázás zajlik. Bizony, bizony. Érdekes, mert látni ezt, hogy csak így gondolkodunk. De igen, ez most komolyan van véve, látjátok, srácok, tudjátok jól. Ez e-sport. Hol van a izé? Ez. Ó, lerakott egy szentrit oda. És aztán meg visszamegy a patkányfészkével. Megedik a víz, oda kell figyelnem, ne hibázzam el azt, amit múltkor. Jó. Tényleg nagyon koncentrálunk, azt higgyétek el, az maximálisan komolyan van véve. Maximális a koncentráció, ez bizigaz. Átteleportál. Elképesztő, e-sport. Most közvetíti valamelyik tévé? Persze most ott megjelenik egy élet, ott voltam 20 körig. Ezt nem hiszem el, nem baj. Előfordul. Na, mi történik? Még nem megy. Eléggé bevitte az emberét, nem is mondom, hogy teljesen rosszul tette ezt. Köszönöm. De azért oda tudunk neki pörkölni egy kicsit, ha kell. Norbi egyébként sokkal jobb helyzetben kezdett, azt hozzá kell tennem megint. Na már kezdődik a izé. Hát igen. Konkrétan három kukacom van bezárva. Champ-pef! Semmi. 46 élet. Ezt is megértük. Márk lekicsinyűen beszél a patkányfészekről. Egyébként nem, a patkányfészket tartom a legeslegjobb dolognak a világon, úgyhogy ez félreértés. Na várjatok. Worm selectel. Márknak bosszút kell most állnia, és Norbót el fogom pusztítani. Micsoda? Azért nem könnyű elpusztítani egy 70 életes kukacot. Mindjárt meglátod. Na. Ej. Mit tudod rakni? Várjátok. Nem, biztosra megyünk. Ó, szent gránátocska. Szent gránátocska. Túl fog élni. Pif! Nem, az esés miatt nem fogja túlélni, óriási esik. Miért 70 élete van, hát 90-et sebez. Nem sebez 90-et. Úgy, nem sebez. Hál' Istennek elpusztult. Sajnos meghalt már kis, de ennyi áldozat benne volt sajnos a dologban. Dos mano a mano, viszont sokkal jobb helyzetben van Norbi, úgyhogy ez kemény lesz. Ez kemény lesz. Ennyit mondhatok, skacok. Ez kemény lesz. Ez kemény lesz, ezt én is mondhatom. Még ő is mondja. Annyira kemény, nem is tudom, mit csináljak. Jobb helyzetben vagyunk bizonyos szempontokból. De teljesen jó helyzetben nem vagyunk. És nem tudok semmit csinálni egyébként, úgyhogy ugráló kötelezünk. Egész kört elhasznál, ez durva. Nem kockáztatunk ekkorát. Ugráló kötél. A víz csak emelkedik, Marco Loni és Markusnak, hát főleg Marco Loninak most már pár körön belül valamit alkotnia kell. Bevallom, nem arra számítottam, hogy ő jön. De akkor megcsinálom vele azt, amit Marco Lonival szerettem volna. Azt hittem megsebződött, megőrülök. Valószínűleg az életre megy rá. Francba! Most miért, hogy annyira rossz szögben találtam le ezt a cuccot? Nagyon szenved. Megcsinált a francba. Csuka fejessel ment, nem hiszem el! Szóval megállította idő közben az ugrás, tehát a számláló látta. Hoppá, ott egy életecske. Oda. Ez mondjuk jó. Oda. De te már 4 életet kaptál egyébként hozzátenni. Milyen 4 életet? Hát kb. Annyit. De egyiket szétrobbantottad. Jó, de én a patkányfészekben vagyok, hát meg fog fulladni megint valamelyik érzem.
hülye ugráló kötelet itt nyomatja. Mit tol ez az ember? Elveszi. Ő egy patkány módot tol. Ti is látjátok? Átvette. Hát persze, hogy átvettem. Írjátok, hogy kettő megfullad. Szerintem nem fognak megfulladni. Ha igen, akkor nagyon szomorú leszek, de... Ez egy izgalmas kérdés. Ugráló kötelet kapsz megint. Nézzük. És mi? Nem fulladtak már kolónia? Nálam már víz? Ja nem, csak rosszul volt a kameranézetem. De már víz alatt volt. Az a kérdés, ha Markus a következőnél megfullad-e? Hát az nagy kérdés. Egyébként természetesen az soha nem is volt kérdés, hogy meg fog-e fulladni Markulóni, nem. Az vagy Markus, lehet, hogy nem kellett volna az életért. Ja, tehát hülye vagy, hogy kettőt emelkedik? Most ez nem egyértelmű, hogy hányat emelkedik. De kettőt fog, hát akkor persze, hogy meghal, de eddig nem így volt, eddig lassabban emelkedett valahogy. Volt olyan is, igen, hogy körönként. Mit? Na, érkezik! Egy tenger alatt járunk. Mano a mano, még nem, még nem. Majd most nézzük meg, hogy meghal-e Markus. A 125 életes már félig víz alatt van, szó szerint elképesztően víz alatt van, és meg is halt. Kész. Ennek, itt nagyon az amatőr olcskacok. Meghalt. Ezzel most előnyben vagyok, több életem van. És a kérdés a Márknak, milyen fegyverei maradtak? Na, először is menjünk innen el, nem tudom, hol dobhat a Norbi. Mi volt ez? Megpróbálok ide megállni, ami tökre nem logikus, nem hiszem, hogy ide. De azért biztosan megyünk már. Tényleg biztosan megy, nem mondom. És oda dobta! Ha-ha! Én nem, én nem oda. Persze, hogy nem. Elképesztő lett volna. Hát, de le voltál védve, úgyhogy ilyen szempontból mindegy. Ezt a házat nagyon jól használja Norbi, de egyszer ki kell jönni a patkánynak is a lyukból. Ott van. Érkezik egy super sheep! What? Oké, érkezik. Célzás. Bim! Markolóni! Megkapta rendesen 65 élet. Gyönyörű. Yes, ez para, mi történik, kacok? Menjünk oda! Ne, van jetpackja, rohadt életbe! Jajj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 
Átfordult a rohadt Szentrigán. Rohadjon meg! Kocsak, ez így win. Hát ez így win. Hát ez így win. Ez hihetetlen. Mit volt? Tessék? Volt banánod? Banánom nem volt. Cseten láttam, hogy nagyon sokan mondták. Nem volt banánom. Na jó, akkor legalább nem. Az. Ez... Nem. Úgy érzem, hogy szerencsétlen is vagyok. Nem csak béna, szerencsétlen is. Figyelj, nem mondom, hogy nem. Ez... Írjátok, hogy ekkora előnyből képesek elmondani, ez nem volt előny, hát három... Szóval három kört el kellett pazarolnom, hogy kiussak, és Norbi egyesével kiszedte őket. Nem volt olyan nagy előnyöm sajnos. Beam! Mark Lowney. Sajnálom, skacok. Skype a Lowney. Ezen a héten nem nyertem, de tudom, tegnap nyertem egyet, de az is valami bénaság volt. Ez egy na. Team Norbi. Beszéljünk egy dologról, nem gondoltam, hogy a Sentry megfordul. És hogy ilyen messzire ellő. Engem is meglepett, bevallom. Úgyhogy... Hát nem örülök. Nem örülök, de hát ez a játék. Ez a játék, ezt a hetet, majd a hétvégén pszichológus az meg, ezt ki kell majd beszélnem, de hát ez ilyen, Team Norbi. Ez a ti hetetek team, volt. Team Norbi. Na, és akkor beszéljünk arról, hogy most ki volt előnyben, és ki nem volt előnyben. Szóval, nagyon magasan volt az összes kukacom, és kint.
Szóval azt hiszem, hogy előnyben voltam tényleg, ez kár tagadni. A márk be volt zárva, és az első kettő vagy három kukaca is bentről indult. Három kukaca bentről indult, szóval három kör alatt megöltem egy kukacodat belül, ugye egy kukacod volt, te pedig addig szedted szét a külső embereimet. Igen. Szóval én kívülről nem tudtam támadni. Nekem volt még mindenem, volt supershipem, volt minden francom. Igen, igen, nem, előnyben voltam. Tényleg, hogy előnyben voltam, igen, ez a játék, ez ilyen, tehát ez nincs ezzel gond. De előnyben voltam, és igen, a vízzel nem számolsz elég hamar. Igen, tényleg nem számolok, mert szóval hogy én azt hittem, hogy nem fog emelkedni. Az én köröm végén nem emelkedik, hanem... Igen, egyébként tényleg, mintha olyan lett volna régen. Szóval ki volt számolva, hogy ez egy emelkedést kibír, de kettőt emelkedett. Úgyhogy ez ilyen sajnos. Hát ez ilyen. Na mindegy, ez ilyen... Na. Bocskacsok. Szerencse sem volt velem, én is bénáztam. Hát ez ilyen. Team Norbi az a hét. Volt már Team Mark hét is, ez volt ilyen. Volt már. Meg mondjuk ott volt hétfő a Geogesser, ez szarra vertél. Vágom, de a Worms a lényeg, a Geogesser az csak egy kis filler hétfőnként. Ja. Na, nem baj, gyakorlatilag két végén aztán jó lesz. Na, oké, akkor menjünk vissza chatre, Léci, és akkor... Jöttünk ki. Chatre tökéletesen 16-01 van, úgyhogy nem tökéletes, de előbb még 0-0 volt. Ugye ki lehetett szentízve, és egy jó kis raiden lezárjuk ezt a streamet. Norbi, keresel valami jó kis nézek, jó nézek, igen, most elsőre nincs, úgyhogy mindjárt megyek másodikra. Bizony. Köszönöm, hogy emlékeztetsz, hogy szóljak, hogy holnap csak én leszek. Ez volt ebben az irodában az utolsó stream, amiben mindketten benne voltunk. Holnap én még lezárom a hetet, és utána jövő héten pedig hétfőn és kedden biztosan nem lesz stream. Szerdán meg lehet, hogy nem lesz, az attól függ, hogy halad a költözés. Úgyhogy izgalmas lesz. Lehet, hogy az új iroda kell nekem, és ott a Worms, ott fogok Phoenix madárként feltámadni a Wormsben, úgyhogy minden oké. Simán lehet. Egy csír is jött közben, Máté 100 bit, köszi Szkál, hogy emlékeztettél, nem hallottam pont. Máté, köszi szépen, köszi. Vadul keresem közben, hogy mi lehetne a következő, majd hogy a raid. Tegnapi nagyon erős volt, ezt nehéz lesz überelni. Tök jó kis puzzle kirakós stream volt. Na, ez mi? Úristen. Hát... Menjünk ide, nézzük meg! Jó. Ez egy érdekes, a neve is tetszik egyébként. Beírod akkor őt? Heten nézik most. És nem akár ki lesz a raid célpontunk, hanem Gamerfater. Gamer, amit szerintem Gamerfaternak kell egyébként ejteni, és ez a név, hogy Gamerfater, ez... Elképesztő? Ez elképesztően jó, nagyon tetszik. Egy autóban ül, meglátjuk, hogy mi lesz. Heten nézik most, úgyhogy valószínűleg sok hatás várható. Legyetek emiatt különösen kedvesek, mert hétről fölmenni mondjuk 1000 nézőre, az durva, az sokkoló. Az durva, és vezet, úgyhogy remélem, hogy nem fog akkora sokat kapni, hogy ne figyeljen oda az útra. Igen, emiatt a pláne. De valami kedveset írjatok neki. Marci még utoljára nagyon köszi a 100 bitet, suli előtti utolsó közös stream. Igen, a suli is el fog indulni, úgyhogy sok izgalmas dolog lesz. Köszi, hogy itt voltatok, ez Team Norbi volt, jövő héten visszatérünk Team Mark, úgyhogy ne aggódjatok. Szkál, köszi a segítséget, és én mindent elmondtam, amit szerettem volna. Én is, ennyi. Holnap Márka találkoztok. Sziasztok! 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 Sziasztok!